A teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja. Baumstark Tiborral és Bognár Domával. És a teljes terjedelem történetében először olyat csinálunk, amilyet még korábban soha. Nagy viktor hívtuk vissza, az előző heti technikai malőr után úgy gondoltuk, hogy megérdemli a lehetőséget, hogy most ezúttal halljátok is, amit mond. Úgyhogy itt van velünk ismét a Digi Sport műsorvezetője, kommentátora, és reméljük, hogy a adás minőségén is majd érzitek a változást. Amivel mindenképpen szerettem volna kezdeni a mai műsort, leszögezve azt, hogy mindenhonnan úgy gondoljuk, hogy ezek a hírek örülnek rátok, és nem szeretnénk mi is ezzel elárasztani benneteket, de nem is szeretnénk szó hagyni az orosz-ukrán háborút, ugye nem csak egyszerű konfliktusról beszélhetünk, és annak a futballvilágra gyakorolt hatásait, úgyhogy ezeknek a gyors összeszedésével és egy gyors reakcióval érdemes kezdeni szerintem az adást. Ugye tegnap óta most már az biztossá vált, hogy a FIFA, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség nem engedi Oroszország néven versenyezni az orosz válogatottat, úgyhogy az Orosz Labdarúgó Szövetség égisze alatt ö, szerepelhetnek. Ugye ez hasonló ahhoz, mint ami az olimpián történt, hogy ez ö, elégséges szankciója Oroszországgal szemben. Arról majd mindjárt beszélünk, hogy a Szentpéterváról Párizsba helyezték át a Bajnokok Ligája döntőjét, ami szintén újdonság. Bocsánat, csak annyi nem a Pár de hanem a Stade de france tehát nem a Paris szent germain pályáján lesz a meccs. E így van, ugye szandani és amit még szerintem érdemes átbeszélni, hogy szerintetek eljuthat-e, fajulhat-e odáig a helyzet, hogy az orosz klubcsapatokat is kizárják az európai Kupa kupaporondról és a nemzetközi versenysorozatokból. Hát kb. ez volt az ember érzése a Betis Zenit meccsen, tehát amikor a Zenit belőtte a, a, győztes gólt, ami igazából a párharc szempontjából egyenlítő gól volt, akkor én azt hiszem, hogy, tehát, hogy nem láttam a meccset élőben, mert másikat néztem, a Barszát, de nem volt semmiféle kétes hang, hogy ezt a gólt elvehetik, és egy olyan három perc múlva jött a döntés, hogy elvették a gólt. És hogy ez nem biztos, hogy nem volt szabályos, és akkor visszanéztem, és valamilyen nagyon furcsa döntés miatt vették el amúgy a Zenit gólját. Nem mondom, hogy annak köze van ehhez, de, de az egyetlen versenyben maradt csapat, ugye a Spartak Moszkva így és én nem lennék most a párták Moszkva helyében, az egészen biztos. Hát igen, ugye majd a, ráadásul a Lipcsével játszik, tehát hogy ott magyar fiúkat láthatunk az orosz csapat ellen. Az eredeti kérdésre visszatérve, nagyon nehéz ezzel a sztorival bármit kezdeni, mert hogy szerintem azért az emberekben kell, hogy legyen egy olyan érzés, hogy egy adott esetben megvalósuló kizárással egy bizonyos fokú általánosítás történik. Tehát azt mondjuk, hogy akkor ott valaki ezt csinálta, ezért ti ugyanúgy mindannyian bűnhöttök, és én nagyon az általánosítás ellen vagyok úgy blokka a világban, tehát szerintem egy nagy, nagy mérge ez a, a, a jelen korunknak. jelenkorunknak. Hogy megvalósulhat -e? erre sajnos muszáj nem tudommal válaszoljak. Ugye tök jól összefoglaltad, hogy mik történtek eddig. Az, hogy ennek hatása van, az nem is kérdés. Szerintem én, én is valahogy Ugye az ember keresi a szavakat, én a hétvégi Paris Saint-Germain közvetítésem előtt mondtam ezt, ott is ugye volt ö, kiállás az ukránok felé, béke mindenkinek, feliratta, fotózkodtak a játékosok a találkozó előtt, és ott is ezt mondtam, amit igazából Teti Biké itt a bevezetőnél, hogy, hogy, hogy a sport az most, ahol egy picit ki tudnak kapcsolni az emberek, mert valószínűleg mindenki úgy éli egyébként az életét, hogy folyamatosan frissítgeti a híreket. Miközben, elenne... miközben sehol nem tartom, tartjuk, azt hiszem, ezt mindannyiunk nevében mondhatom elfogadhatónak, Abszolút. azt, hogy emberi életeket követel egy, hát hogy is fogalmazzak, szóval egy viszonylag kevés ember érdekébe tartozó döntés, ami, amit megszületett ebben a helyzetben, semmiképpen nem ez a megoldás. És semmi, semmi, nem, ember, legi semmi nem legitimálhatja azt, hogy emberi életek, Persze, Hújjanak persze, keretet, főleg ez olyan eskérdés. emberek, akiknek semmi köze hozzá, és ez volt a legmegindítóbb, hogy az olyan emberek reakciói, mint például, akik a jugoszláv háborúkban még akár éltek, akár részt vettek, bár ilyen focisten nem volt, de hogy például azt, azt olvasni, hogy Pjanic mondja, hogy én tudom, milyen a vagy írja, hogy milyen a szirénák hangja, és nem kívánom ezt semmelyik gyereknek, és ezért állok ki az ukránok mellett, vagy ö, akár Zincsenkónak az, hogy elsírta magát. Járem volt nálam a tényleg a hétvége pillanata, mert beállt a Benficába ö, talán a Vitória ellen, nem tudom ki ellen játszott a Benfica, csereként állt be, és már ott állt az oldalvonalnál, úgy tűnt, hogy nincsen semmiféle hatása annak, hogy elkezd tapsolni a közönség, de amikor konkrétan pályára lépett, akkor mintha egy ilyen robbanásszerű változás lett volna még a, a Dalusban, és egy olyan tíz másodpercig bírta, és az operatőr jó érzékkel még követte. És akkor így átváltozott az arca, és látszott, hogy addig bírta tartani, és elkezdett sírni a pályán, úgyhogy éppen akkor állt be. Igen, egyébként nagyon szép volt szerintem itt a Liga Kupa döntőn is a a, a mérkőzés előtti performance. Uh, hát ezek tényleg, ezek a komoly dolgok. Meg Igen, ugye, dolgok. Még, még csak azért, hogy az egész helyzetnek a, a súlyát, meg a, meg a fonákságát érzékeltessen még egy példát hozok, ez pedig ugye Metikesnek a gól aki hát nem szerezett túl gyakran volt, ez volt a második a Premier League-ben tőle, de készült erre az akcióra, ugye ő az édesanyja lévén lengyel válogatott, és ö, Tomás Kendzsorának üzent a, a mezén, aki a Dinamo Kiev játékosa, aki egy lengyel fiúként keveredett bele sajnos mondhatjuk, hogy abszolút érintettként ebbe a konfliktusba, ugye Kievben ostrom állapotok dúlnak jelen pillanatban, és hát el tudom képzelni, hogy akár külföldi, ott dolgozó légiósként, mert ugye így beszélhetünk az ottani focistákról, ezt milyen érzés lehet ott átélni. Illetve, bocsánat, még tehát a kollektív bűnösségre visszatérve, Fyodor Smolov az orosz válogatott csatára az elsők között. Áll. Sőt, konkrétan szóval az szerintem első az orosz sportoló volt, volt igen, aki igen. kiállt a háború ellen. Így van. És az a döntés, hogy Oroszország nem játszhatja otthon a WB playoff meccseit, az őt is érinti úgy, hogy ő is azok közé tartozik, akit sújt ez a szankció. Ugye azért ezt is gyorsan szögezzük le, hogy hallottuk a lengyeleket, a svédeket és a cseheket kiállni az ellen, hogy ők játszanak az oroszokkal. Ugye úgy lenne a VB pótselejtezője, vagy ez a playoff köre, hogy elődöntő van a négy csapat között. Az elődöntőt azt Oroszországban játszották volna a lengyelekkel, de ezt ugye áthelyezte az UEFA. Hát a, a lengyelek nem akarnak kiállni. És a lengyelek azt mondták, a svédekkel és a csehekkel is karöltve, mert a másik elődöntő lenne a Svédország-Csehország, hogy ők Oroszországgal nem fognak játszani. Tehát nem az, hogy Oroszországban nem, hanem egyáltalán nem fognak játszani velük. Na hát és akkor rákanyarodhatunk az első témánkra, ez az Angol Liga Kupa döntő, ahol megint csak a mérkőzést megelőzően ugye a Chelsea-nél jelen pillanatban fennálló állapotok jelentették a témát. Román Abramovics a klub egyik jótékonysági alapítványára bízta a Chelsea működését. Ez Igazából a napi működést illetően nem hoz olyan nagyon nagy változásokat, hiszen Román Abramovics hosszú évek óta nem lép be Angliába, nincsen jelen az általános napi operatív vezetésében a klubnak. Állítólag azért még most is átfutnak rajta fontos döntések, akár itt a csapat szerkezetével, építésével kapcsolatban még mindig kell az ő bólintása, aláírása, készfogása, beleegyezése, teljesen mindegy, hogy, hogy minek veszük. Én azt gondolom, hogy ez a jövőben sem szűnik meg. Elébe ment egy olyan dolognak, ami jó eséllyel hamar bekövetkezik, de szerintem mondjuk a a Chelsea cash ez nem fog meglátszani, ugye akkor, akkor láthatna meg, hogyha Oroszországból érkeznének meg utalások a csapathoz, de azért azt el kell mondani a chelsea hogy szerintem hosszú évek óta egy saját akadémiával, nem is akárhogy működővel, önfenntartó módon létező csapat, amelyik nem igényel éves, napi, havi tőkeinjekciókat jelen állapotában. Úgyhogy szerintem tényleg beszéljünk akkor innentől kezdve arról, ami a pályán történt, mert van értelme arról is beszélni. A 0-0 ellenére egy egészen fantasztikus mérkőzés láthattunk 120 percig. Hát én pont ezen gondolkoztam, hogy ha gólokat is számolunk, sem tudom, hogy mikor láttam utoljára ilyen jó meccset. Nem, hogy 0-0-át, ami, ami ennyire jól alakul. Olyan vegyes érzéseim voltak, ahogy néztem a meccset, pont azért, mert Hát én, én, én ugye ezt mondtam Tibinek itt az adás előtt, hogy így, hogy én nem húzok egyik irányba sem nekem, olyan könnyű volt azt mondani, hogy én, én lőzsoltinak szurkolok igazából, hogy tudom, hogy mennyire szereti a, az érmeket, a kupákat gyűjteni, nagybecsben tartja nyilván, ki ne tartana nagy Nagybecsben. Ki az, aki nem szereti a kupákat gyűjteni? <laughs> Jó, de hogy ő tényleg mondta, tehát, hogy amikor, amikor félbeszakadt a ligon, bocsánat, csak egy ennyi kitekintés, akkor mondta, hogy hát most nem tudom, hogy, hogy megkapom-e a kupát, mert hogy én ezekre na, no, utazok, én gyűjtöm, kirakom, mondta, tehát, hogy, hogy, hogy én igazából felé húztam, és hát így ilyen érzelmekkel sokszor sziszentem fel. Tehát ott a, azt gondolom, hogy a Chelsea sok, az első negyed óra az, az, az parádé volt a chelsea és utána valahogy fokozatosan vette át a Liverpool az irányítást. Nem tudom, hogy itt a meccselei uh, megingásnak lehetette az oka az, hogy Tiago megsérült a bemelegítésnél, könnyen lehet, hogy igen, hiszen azért itt az utolsó pillanatokban változott az, amit Jürgen Klopp lehetően kitalált és felépített, tehát lehet, hogy ennek is szólt az az első negyed óra. Hát úgy lehet, hogy Tiago is szereti az érmeket, meg az ilyen mérkőzéseket, meg az ilyen szituációkat, mert a meccs egyik képe azért, hogyha már itt az érzelmekről beszéltünk, az volt, hogy Alison a síró Tiágot vigasztalja a legelején. A, legeleljén. a legeleljén. Tehát, hogy ritkán mondhatjuk egy meccsről, pláne egy 120 percig tartó, 11 pár van rúgó, 11-es pár, hogy a meccs elején megvan a meccs képe, de, Igen. de ez egyik ez volt szerintem, és ez egy óriási és jelzésértékű dolog volt, hogy ezeknek, akik már, akik már ennyi mindent megnyertek pályafutásuk során, mint Tiago, mennyit számít egy angol liga kupa döntő? Ezt azért tízlelgessük szerintem egy kicsit. Igen. Hát a Wembley hangulatát azt... Hát pedig érted azért az, hogy bemelegítés közben megsérülsz, egy, egy döntő meccsen szerintem az, az, az ott van a top. Ezen ott. gondolkodtam, hogy kupát, mármint hogy úgy kupa sorozatot még nem nyert a Liverpool-a Tiago, nem? Vagy bl már... Nem, a, a, BL győzelem után érkezett. És a Premier league akkor Ligget. megnyerte, de mást nem. Hát igen, most euh, nehéz helyzetbe aztán abban sem vagyok biztos, hogy a PL évben ott volt már. Úgyhogy a Tiago szakértők jelentkezését várjuk itt. Az nem, az szerintem, eset. szerintem ő a, ő a, Premier League győzelem után érkezett. Ja. 19 20 as szezonban nyerte meg ugye a Liverpool. Igen, ez egy tipverseny. A időszakban. Hát nem tudom. De most emiatt, emiatt haragszom magamra, úgyhogy de rád leginkább. É, én, mind a kettőtökre. <laughs> Doma gyorsan <laughs> pótot kérlek <laughs> a hiányos, kibeszéljük. Igen, adik. az lesz. Nem <laughs> mondjuk el a nézőknek, <laughs> és majd fogalmaz úgy, hogy eszedbe jutott. Egyébként Tiago kiesése az, az annyiban szerintem komoly hatást gyakorolt magára a mérkőzésre is, és annak képére, hogy az elmúlt hetekben azért az ő beállása, meg az ő játéka jelentette azt a kontrollt, amit a Liverpool gyakorolni tudott az ellenfelekre. Ez azért most valamelyest hiányzott. 2020. Igen, tehát a BL, vagy a, győz, a mi az, Premier League győzelem. De batán. jó, hogy eszedbe jutott, Doma. <laughs> Szép. Úgyhogy nem, nem nyert még egyébként ö, trófeát a liverpool -lal. Most már igen. Most már nyert. Igen. Még hogyha szerencsétlen nem is volt olyan tevékenyen részese, mint ahogy, ahogy lehetett volna. Nem nagyon húztak váratlont az edzők. Ö, pláne itt talán nem is nagyon lehetett, ö, itt a kényszer változtatásoknak köszönhetően. Egészen a mérkőzés elejéig, meg, meg egészen a 11-es párbaig. Váratlan volt az, hogy hogy Mendit lecserélte? Kepára, ami már ugye egyszer, egyszer bejött? Egyszer bejött, igen. Tehát, hogy... Szerintem nem, és azt gondolom, hogy nem is hozott rossz döntést Thomas Tuchel. Annak ellenére, hogy Mendy baromi jó volt az egész meccs alatt. Tehát a, amikor Manézit szerint védte, az olyan volt, hogy így már mindannyian úgy voltunk, hogy na vezet a Liverpool, úristen, tehát ez, ez volt szerintem abban a pillanatban mindenkiben. Szerintem nem volt rossz döntés. Azok után sem, hogy Szenegálnak megnyerte Mendi az egy egy úgy 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 az az a, az Afrikai Nemzetek Kupáját 11-es párbajban? Ezen Mert ugye nyilván ez, az, ami, új, azok ahhoz képest, a helyzethez képest. Tudod, mit vártam még, hogy vajon ötödik lesz-e Szala? Mert ugye ő hát az egyiptom biztos, biztos, Jó, volt. oké, csak hogy itt a közeljövőben volt olyan emléke, amikor ő így már nem rúgott. Hát most rúgott. Viszont még egyszer. <laughs> Tehát azzal nehéz vitatkozni, hogy mennyivel rosszabban védi Mendi átlagban a 11-eseket. És ugye Pete emellett kardoskodott a Twitteren, hogy, hogy tehát ez egyértelmű, hogy ezt Kepának kell ilyenkor védenie, csak azért azt, tehát azt is bele kell számítani szerintem, hogy ki hogy van a, a meccs ritmusában benne. Tehát ez, ez, nem elhanyagolható tényező. Igen, de a szuperkupánál sem volt más helyzetben. Tehát arra mondom, hogy igazából egyszer bejött most ő, kvázi mondjuk azt, hogy ha egy hete tudja ezt a döntést, vagy nyilván régebb óta is, de mondjuk azt, hogy amióta készül a Chelsea, ő azóta pontosan tudta, hogy ha 11-esek vannak, akkor én leszek. Tehát neked mi a feladatod, hogy alapvetően arra készülj, hogy, hogy a 11-esed? 11 hát, igen, igaz, arra, nem arra nem gondolt. Jó kirúgás volt egyébként, mert tényleg olyan volt, nem? Hányadik sorba ment? A hát én, én a matekoztam, hogy ott a 34 <laughs> körül. De... De, az de, már második karék? De, <laughs> de tényleg direkt... olyan volt, mint egy kirúgás. Pontosan úgy rúgta az ember. Annak, annak egyébként tényleg kiváló. Vagy nagyon nem... jó volt. Ö, milyen mezőnygól kísérlet az nfl <laughs> Pedig már vártuk, hogy Lőv Zsolték is kerüljen. Igen, Zsolti, <laughs> <laughs> Zsolti vállalta van a túl előtt. mit akartam? Jaj, elfelejtettem. Egyébként olyat játszottunk mi a fiammal, hogy megtippeltette velem az ötöt rúgót a két oldalon, és a Chelsea-nél os találati arányom volt. Tudjátok, hogy két nem találtam el a Fun liverpool like Igen. Hát mi is meglep. Én a Digiben néztem, és Lózs István szerkesztő és is nagy dicséret illeti, mert ő azt mondta, hogy Kepa fogja kihagyni a büntetőt, úgyhogy utána rettentő büszke volt magára. Talán annyira volt magára büszke, mint ott a Liverpooliak, mert azt mondta, hogy egy drámaíró veszette a de végre feltört, úgyhogy gyűjtjük innen is, gratulálunk. Uh, visszatérve ide a kérdéshez, hogy megint elfelejtettem. Ja, tudom, azt akartam mondani, hogy nekem az volt a benyomásom, hogy védés nem lehet, csak kihagyott büntető lesz. Borzasztóan védett Keleher is, és A 11-es van? Igen. Nagyon sokszor eltalálták az irányt, azért ezek elég jól, rúgott, jól megrúgott 11 hát voltak. pont olyan volt, amikor Szerintem olyan volt, mintha Kepa meglepődött volna, hogy el ne találjon a labda, mert gyakorlatilag abban a sarokban állt, és a feje fölé rúgta, mint az állat fandájk a labdát. Ö, ott ez volt a benyomásom. Én nem tudom, hogy, hogy ilyen lelki állapotban vannak alapból -e a játékosok, de nagyon lazának tűn mindenki. Tehát én a, konkrétan a képernyő előtt jobban izgultam szerintem, mint ők. Mert a, amilyen reakciók kezdtek a berúgott is. büntetők után, Wernert már nem láttam, mert a Barca meccs úgy gondoltam, hogy a felvezetője előtt én befejezem itt a szerkesztőségben a nézését ennek a meccsnek, de nem, így is majdnem elkéstem a felvezetéséről a Barca meccsnek, az utolsó öt büntetőt már nem láttam, mert mondtam, hogy most már tényleg akkora késésben vagyok. Werner megjelenésnek. Nem maradt a sok mindenről. <sítható> Ugye, tök jó rúgott a majd nézd meg, ha gondolod. <laughs> szóval... biztos, vagyok benne, hogy visszanézted, a... ne, bocs, Werner... Nem, Wernernél picit izgultam, tehát ő kicsit zaklatott állapotban érkezett a Igen. Alapba. Még egy rajta kívül egyébként tényleg majdnem mindenki. Igen, és egyébként, ha már itt mag megdicsértem magamat, hogy hogy, hogy, hogy eltaláltam az öt rúgót a Chelsea-nél, Wernernél mondtam azt, hogy ő fogja kihagyni de, de nem jött be. Úgyhogy, mert én is ugyanezt éreztem, amit te mondtál. Viszont, hogyha már itt karakterről beszélünk meg arról, hogy ki hogyan állt oda a 11-esekhez, Lukákuról mindenképpen beszélünk a kihagyása okán is, meg ahogyan utána viselkedett, mert uh, itt Bence is leírta ezt nekünk, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy lehetett látni, hogy a hosszabbítás előtt ő beszélt a társakhoz. <kül> Tehát, hogy <kül> elnézést, hogy ha az öltözön belül neki nem lenne stabil és erős a pozíciója, akkor nyilván nem fogadnák ezt el a társak, vagy, vagy az edző sem feltétlenül érezné, hogy ilyen pillanatokban neki főszerepet kell vállalnia. Azon gondolkozom most, hogy mondjunk nála vezető típusú karaktert a Chelsea-nél. Mondjuk Azpili én én ide sorolom. De Thiago Silva. Nekem ő nem ez, a, nem ez a habitus. Tehát imádom tiágos Szilvát, lenyűgözött a tegnapi produkciója is, szerelmes vagyok a játékába imádom az embert, de hogy szerintem, ha választani kell, hogy ki hozzon tűzbe a hosszabbítás, Mondjuk akkor ő a pályán vezér, tehát inkább úgy, hogy. Meg nekem csendes vezér inkább. Uh -huh. Még a kiabálások mellett is, tehát egy karakterre mondom a csendeset. Tehát szerintem Lukákuban van ott az, ami egy ilyen helyzetben a feltüzelésnél kell. De Igen, a kérdés... velem? Tehát... Itt a kérdés az csak az, amit itt az előbb is feszegettem, hogy jelen pillanatban a pozíciója erre predestinálja e Lukákut. Tehát, hogy azzal, hogy azért az nyilván megindokolható volt az előző mérkőzésen Tuheltől, hogy hogy a fáradtság miatt hagyja ki őt a, a csapatból, a kezdőcsapatból. Egy döntőnél szerintem ez nem lehet tényező. Tehát, hogy ez egy elég erős üzenet volt, hogy jelen pillanatban Romelu Lukaku nem tagja a csapat jelen, vagy aktuálisan a legfontosabb mérkőzésének kezdő 11 -nek. Megváltozik ettől egy csapaton belüli dinamika? Tehát, hogy az, hogy ki, ki hol van, ki a nagy hangú, ki a nem nagy hangú? Szerintem nem most... feltétlenül. Mm. Tehát attól, hogy, hogy egy meccsen a cserepadra kerül, attól ő nem Tehát lesz... Ez nem egy, nem egy Igen, ez, 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 ez a meccs volt most jelen uh -huh. pillanatban a Chelsea-nek. Ahogyan itt Tiago reakciójáról is beszéltünk, ahogyan egyébként ennek a két csapatnak szerintem nagyon, -nagyon fontos volt ez a, ez a trófea hogy begyűjtsék. És egyébként a sok, ugye négy elvet gólról beszélünk, sok lesgól is én szerintem azt mutatja, hogy, hogy itt azért egészen magas színvonalú játékot láthatunk. Sós már mondta ezt, és egyébként ez egy nagyon érdekes téma a Liverpool védekezésével kapcsolatban, hogy nagyon sokszor úgy tűnik, hogy hú, mennyi gólt kap a Liverpool, meg mennyiszer elengedik a, az ellenfél Egy kicsit optikai csalódás ez, mert a Liverpool nagyon tudatosan játszik ezekre a leshelyzetekre a VAR bevezetése óta, és miután ugye az új szabály értelmében ezeket a helyzeteket többnyire tovább engedik, ezért kicsit hagyják az emberek becsapni magukat ezáltal, hogy na, milyen sokszor feltörték azt a védelmet, miközben nem. Tehát tök tudatosan meghúzzák a vonalat, és, és ez, ez kiválóan Mondjuk kötött. most ezzel a meccsen, tehát tényleg azért mondom, hogy szerintem a Chelsea játékosok verhetik jobban a fejüket a fal, mert ott volt a több zicser, tehát hogy az első, második mount helyzete ott a végén, tehát hogy igazából meg volt, meg, sikerült átjátszani ezt a védelmet, úgyhogy nem volt les, és száz százalék zicser volt gyakorlatilag a játékosok előtt. Fandeik zárása szabálytalan volt szerintetek? mint úgy, hogy ott lesen volt? Lesen. Az oké, okay, de hogy beleavatkozott-e annyira a játékba, hogy Szerintem lehet. bele. Jó, akkor Megytértek? én határesetnek éreztem, azért kérdeztem, hogy, hogy ti hogy gondoltátok? Nincs mérlegelés szerintem ilyen esetben. Tehát hogyha lett volna bármi esély ott a védőnek, még hogy kalimpáljon, vagy bármi ilyesmi, ez, ez, ez szabály, ezt írja. Még egy dolgot szeretnék tenni és... A, dicsérjük meg, tényleg ugye Jürgen Klopp és Pep Guardiola, ezt szintén Bence is írta, az a két edző, aki a Liga kupában és a Premier League-ben 2018 óta az összes címet begyűjtötte. Két korszakos zseniről van szó, és ha már Guardiola szóba került, akkor a Manchester City meccs kapcsán annyit még azért jegyezzünk meg, hogy ott ugye nagyon sokan ott fel... Ott viszont született egy rossz bírói döntés, ezt akartad mondani? Nem. Ö, tehát pont azt akartam mondani, hogy egészen elképesztőnek tartom azt, hogy Angliában a Match of the Day-ben ellen Shearer három percen keresztül kikelve magából a játékvezető ellen mondja, hogy az kezdezés volt, miközben Tirni mutatta, hogy leshelyzet előzte meg azt a szituációt. Richard lesen kapta a labdát az Everton Manchester City mérkőzésen, és ezért érvénytelenítették a 11-es döntést, vagy nem is volt azt hiszem 11-es döntés, hanem ezért nem hozta meg a VAR ezt a döntést, mutatta a játékot. Tehát a kézjelből ezt azért fel lehetne ismerni, hogy, hogy itt ennyi történt, és hogyha az ott les volt. Nyilván azt megnézték, visszanézték, ellenőrizték, kapta Richard a labdát, akkor, akkor, akkor miről beszélünk? Ez nyilván. Hát hát akkor, akkor nincs semmi be, be, volt, nem az kérdés. Nem persze, kérdés. Persze. 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 Úgyhogy ezt csak azért akartam, mert ugye nagyon sok helyen láttam azt a, azokat a hangokat, hogy Na, a City ezzel nyerte meg a bajnokságot, meg akkor, csalás. akkor micsoda csalás volt ez. Nem. Ez egy új szint, hogy nem a bírói döntésen vitatkozunk, hanem azon, hogy hogy beszélték meg a bírói döntést egy bizonyos műsorban. Hát de nem csak ott Hát Lehet, tere... hogy majd lesz egy olyan műsor, amiben az beszélik meg, hogy a teljes terjedelemben <laughs> hogy beszélték meg, hogy a Match of the day ben hogy beszélték bár meg. Fűz rá a döntést, még egyet, kérlek. Meg tudod csinálni. Bár, bár lenne ilyen, de nincs. Van egy csomó dolgunk Spanyolországban, úgyhogy menjünk át oda. Jaj, de jó. Barcelona? Például a Barcelona. Amúgy tényleg ez jó, jó indítás, mert lehet, hogy ezért déjà vagy ahogy a spanyolok mondják, déjà <laughs> Mert hogy megint, Ez az egész műsor egy déjà vu egyébként. Hát megint van, róluk kell tőle beszélni, tőle. De, de, hogy a Barszánál tényleg van miről beszélni, mert... Mi uh, <laughs> ez, ez nagyon jó. <gül> <gül> Óriási. Erre még van egy két... mondd el, hogy készültél. Erre készültél? Nem, nem, nem. ez most <laughs> ez az, az volt, volt a márkának egy... Még, egy Barca, még a barça, real, nagy párharc, Mourinho-Guardiola ja, féle párharc cím. alatt, egy ilyen, hogy Marcatoons. Ja, és igen, abban, igen, abban igen. voltak ilyen vicces, hogy mindenkit kifiguráztak. Ramos például nagyon buta volt, Messi nem tudta a spanyol szavakat, és mindig Csavitól kérdezgette őket. Mondjuk az bére jobban illett volna, azt hiszem. Na mindegy. Az egy nagyon-nagyon jó sorozat volt, és abban volt ez, hogy deháú. <laughs> Na igen, bocsánat. <laughs> szóval a Barszánál abból a szempontból lehet Deja szintén, hogy vagy Deja vu, vagy vu, vu, Hogy, hogy megint úgy játszik a csapat, ahogy egy bizonyos korszakban minden nagyon jól néz ki, megy fölfelé a csapat a tabellán, három meccset nyert sorozatban 4-0-ra a csapat, és talán az, a, az jelzi a legjobban, hogy, hogy milyen pozitív változás. Négy lőtt góllal. Mit mondtam? 4-0-ra. Négy, négy lőtt természetesen. Nem, nem, Napoli ellen kapta. Hát meg, meg a Valencia ellen is egyet. Persze. De hogy, de hogy az jelzi a legjobban talán a pozitív változást, hogy Dembélé a beállása után a fütyszótól eljutott odáig, hogy őt is tapsolták, és nem fütyülték. Hát jó, mondjuk nagyon a nehéz kifütyülni valakit, aki gólt lő, egy nagyon picit, Há egy aprócskát, és két gólpaszt kioszt még úgy szolidan. Mm. és mégis az, az van az betal... eszemben. Annyi szerintem nem volt. Volt Nem anyu? volt? 20. 20 perc. igen, kevés volt. Gól két, gól passz. Mégis az van, a, a, és ez, ez szánom felütés nektek, neked, tehát hogy erre válaszoljál, hogy az van a fejemben, hogy most átesett a ló túloldalára egy kicsit a barszaszurkolók többsége, hogy innentől kezdve minden szuper, minden tökéletes, pedig nincs még meg a BL szereplés, a nyáron Dembélé távozik? Most nagyon úgy tűnik, még mindig elképzelhetetlennek tűnik, hogy maradjon mert miért maradna. A csatárok közül Ansufatinak kéne. Miért. Megérkezett a jó barátja. Hát ez ugye ja, én. próbálja Én ezen tényleg gondolkoztam, hogy, hogy basszus, ez egyébként mennyire valid helyzet. Ez bárhol megtörtént, hogy valahol már annyira nem érzed jól magad, de legyen az, tehát nem kell munkahely. És hoznak egy barátot. És hoznak egy barátot. De most komolyan. És az rögtön megváltozik minden. De most hát, miért ki? Most mondd el. Most miért röhögsz? Mert, mert hülye hangzik. Ez, Mi? Hogy... Egy Barcelona szintű csapat, mert idehozzuk egy barátodat, és jól fogod érezni magad. Egyébként nekem ebből a volt a motiváció. Nekem ebből, ebből a a és ezt, ezt már mondtam itt a, a műsorban, az az volt, amikor uh, Mikitárián még a, a Dortmund játékosa volt, és uh, állítólag ez volt az egyik legfőbb problémája, hogy egy uh, szenvedélyes sakjátékos, és a Dortmund, és nem volt senki a csapatból, meg a környezetben, aki, aki olyan szinten tudott volna vele játszani, hogy... <laughs> Ez... Ő, ő Bayern-szurkolva egyébként, Lékó Péter, majd beszélünk sokat a német fociról is. És hogy állítólag ez volt a, a taktikája a Dortmundnak, hogy valahogy kerítettek neki egy, egy jó sakjátékost. Hát ő... az nem dembelé volt. <sítható> az, biztos, az biztos, hát az ő szicíliai védelme nem túl erős szegény hallgatók ezekkel az új mikrofonokkal még inkább hallják a Na jó, a fiúkat most hagyom egy kicsit nevetni. Vissza a Doma eredeti 8 kilométeres kérdésére. Átestek Ami még mindig a... nem ért véget. Ja, mert hogy is visszajön ebbe a barszába. Véget érző kölcsön szerződése. Vissza, Traoré... Visszatér szerinted? Szerintem nem. Hát. Úgy kénytelen, Jó, hogy, hogy hivatalosan. Igen. És a barszának még nincs elég játékos elő. Tehát most úgy áll a helyzet, hogy ha minden jól megy, akkor. Nincs a cségétárság. Ez, oh, ez, ez ütött be nekem is. Akkor Szerintem a csakárs az egy sérülékenyán szufáti, egy Ferran Torres, és az az Obameyang, aki, ja ezt a múltkor megbeszéltük, de neked volt igazad. köszönöm, 23-ig van csak szerződése. nem, 25-ig? 23 23-ig van úgy szerződése, hogy akkor van benne egy ilyen break-loss, hogy, hogy ha úgy van, akkor a Barcelonot megszakíthatja, de 25-ig szól a teljes. Igen, de nem fizette ki egyébként a, a teljes összeget az Arsenal neki. Uh -huh. Tehát, hogy hogyha jól emlékszem, akkor fontokban számolva, körülbelül ilyen másfél millió fontos teher a Barcelona számára ebben az időszakban, és kb. 6 millió az Árzenálnak. Tehát hogy nyilván nagyobb részt fizet az Árzenál, de nem a teljeset. Igen. Úgyhogy kicsit igazad is volt, meg nem is. De... Akkor inkább kár volt eljönnem. Na de itt a vége a kérdésnek. Esküszöm, itt a vége a kérdésnek. kicsit gondolkodjunk előre, hogy mi, mi lesz nyáron a, a Barszánál? Várj. Most becsapsz bennünket és a hallgatókat leginkább, mert az a kérdésed úgy indult, hogy mennyire estek át a túloldalára a Barcelona szurkolói. Ez most akkor egy dupla kérdés. Hát inkább. Az egyik a Tibinek, a másik neked. Ja, jó. te melyikre szeretnél válaszolni? Én arra, amit nem is kérdezett, hogy. Ö, hogy, hogy, hogy a Real légy, Madrid nincs elég játékos. El. Hát figyelj, ott van Depay, ott van Fati, ott van Aubameyang, ott van Traoré, ott van Ferran Torres. Traoré kölcsön. Jó, ja, hogy most csak azokat veszük, akik, hát de hát ezek megszerezhető játékosok. És valószínűleg én azt gondolnám, hogy sokkal hamarabb szerzik meg Adama Traorét, mint hogy Griezmann-t megtartsák. Ott van emberi, tehát most hatot soroltam föl, az elvileg három posztra, és akkor még Pedrivel nem számoltunk, aki szintén tudott de... játszani. Tehát, hogy ö, a, akkor hét ember. Az, az miért nem elég? Mert nyáron nem nem így lesz az egyik, tehát Depay nem hiszem, hogy ott maradna a padozni. sem egyébként. Dembeli. Bretvétet, bocsánat, ne haragudjatok róla. Bretvét, Luke nem Luke említetted, említette, de, de, olyan, jó. játékosoknak <that> tűnnek, olyan játékosoknak tűnnek, akik Savinak most egy ilyen, egy ilyen plusz megoldás. Hogyha nem működne az ő játéka, akkor jó, hogy Traoré le tudja vinni az alapvonalig, jó, hogy lükdejongot belehet be lehet állítani, és hogyha esetleg pánik lenne, akkor jó, ő toronyként van. ott van, és, és, be tudja fejelni, meg néha tud ollózni, és annak tapsolhatnak a szurkolók is, és ez bejött eddig de nyáron még inkább szerintem a saját képére akarja majd formálni Xavi ezt a csapatot. Jó, oké, okay. nekem csak ennyi volt, amit ami nem teljesen értek, de értem, hogy mi a logikád ezzel kapcsolatban. Szerintem ezek a játékosok, akik beválnak, már pedig Gova Adama nagyon abba az irányba halad, hogy beválik, de emberi is szerintem egyre inkább abba az irányba halad, hogy van miről beszélni. Ugye azt mondta Xavi, hogy bocsánat, csak mert ez is elhangzott itt az előbb, hogy a játékosnak kell megtenni az első lépést, tehát könnyen lehet egyébként, hogyha ő maradni fog, akkor a Barcelona óriásit nyer, hiszen itt nagyon komoly pénzeket kellett volna kifizetni azért, hogy hosszabbítson a játékos, de innentől biztos vagyok benne, hogy csak úgy fog tudni maradni, hogyha az igényeiből jelentőset csökkent. Az Dembélé. Dembélé. Igen, 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 igen. Tehát hogy könnyen lehet, hogy egyébként a Barcelona azzal járt jól, hogy Dembélé úgy nézett ki, hogy ingyen elmegy, de ha mégis maradni akar, persze papi, fele pénz. Úgyhogy ha, ha az jól érzi meg. magát. Jó, tehát ettől meg egyébként egyébként szerintem jól néz ki ez az egész. Nagyon, élet. nagyon. Tényleg lehet, hogy ezt múlt héten is mondtam, akkor bocsánat. Tehát, hogy itt olyan, olyan játékosok érkeztek a Barcelonába, akik olyat tudnak, amit, amit egyébként a korábbiak nem nagyon. Én mindig hiányoltam a Barcelonából azt, ami a Real Madridban évek óta megvan, hogy Gyakorlatilag, ha ilyen nagyon egyszerűen fogalmazunk, akkor vannak atléták a csapatban, akiket megnyomsz, és lefut bárkit ott a vonal mellett. Ez korábban nem nagyon volt meg szerintem, nyilván más volt a, a stilisztikája is a, a csapatjátéknak, de hogy most már vannak ilyen atlétáid, akikkel szerintem ma már itt a modern fociban, ami ennyire gyors, nélkülük nem tudsz igazán jó lenni. Hát Adámaé volt ez az atléta pillanat a hétvégén, amikor kivételesen nem a vonal mellett gondolta úgy, hogy elindul, hanem középen az Athletic Bilbao eleme, valahogy úgy kavarodott, hogy egy kis ívet leírt, és középen se tudták megállítani. Hát és a Napoli elleni gólja is, vagy nem az, hogy a Zsordiába gólja, hát az a futás is komoly volt, ott három Napoli között, úgyhogy ja, szerintem ő egy nagy húzás. Még lehet, hogy sportágat vált, és akkor nem élvezhetik rég... tovább a kamlóban. Már régóta szó van erről egyébként. De, 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 most nem tudom, hogy ez mennyire igaz, ezt ő, ő állította egy korábbi interjúban, hogy kapott szerződés ajánlatot NFL csapattól. Na mindegy, azt néztem még nem a olyan <laughs> Nem olyan ügyes. Sajnálom, akkor nem látnám őt többet. De pont ez az, hogy nem ezért van. Mindegy, ugorjunk tovább, mert volt itt még egy izgalmas párharc. A La az nem feltétlenül olyan izgalmas most már a bajnoki cím szempontjából. Tényleg? De a, 6 pont van most abban, a, Real Madrid és a Sevilla között, és utána 8. A... Jó, de a bajnok tehát szerintem az első kettőről kell akkor így beszélnünk. Az Igen? a 6 szerintem nem sok. Sok? Hát én néztem ezt a Sevillai derbit a hétvégén, és a Sevilla nekem nem, a győzelem ellenére nem tűnt olyan csapatnak, mint amelyik hosszú távon nagyon komoly kihívót jelenthet a a Real Madrid számára. Olyan. Lász, nem tudom, tehát hogy azért hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy lehet, hogy ahhoz keveset látom a Sevillát, hogy most itt ítélkezzek. Én nagyon szerettem volna nézni ezt a mérkőzést, de sajnos én egy Angé Lance mérkőzésre szórakoztattam magam ez idő alatt, úgyhogy elnézést kérek, hogy nem láttam a Sevilla úgy, Bocsánat, csak annyit, hogy rögtön magammal szembe menjek, ugye a Sevilla sorsolása nagyon brutál, tehát nekik még van Atletico, Real Barca, Real Sociedad, Bilbao meccsük is. Úgyhogy azért az úgy az, úgy, az úgy, az, az, egy kicsit erősen. Ezt nyomt. még nem említettem, hogy a spanyol bajnokságnak a zárás az, az fergeteges lesz. Tehát, mintha direkt úgy sorsolták volna, hogy egymás ellen játszanak azok, akiknek amúgy számítani fog a meccs, és mint hogyha a középmezőnybe várható csapatokat véletlenül pont egymás ellen tették volna még itt a végére, de, de akkor itt egy Pillanatra ennél a városi derbinél álljunk meg, mert a Sevillát és a Betis nem szoktuk a második-harmadik helyen látni, és bár hangulatában nagyon jó meccs volt, két félidő, két molinó, az, az szerintem nem, nem ö, általános, de, de volt itt több olyan kis dolog, ami nekem nagyon tetszett. Az egyik, hogy 2005-ben játszott először egymás ellen, Hesus Navas és Joaquin, városi derbit, 2005-ben és tegnap is voltak együtt a pályán, nem is keveset. A másik viszont, hogy játékban meg nem, nem, hozta azt azért ez a, ez a derbi, és nem tudom, hogy, te hogy érezted, Tibi, hogy nem csak a Sevilla, hanem, hanem úgy, nem Blok, nem volt olyan derbi hangulata az egésznek. Igen, igen, és ezt nem tudom megfogni, hogy ez, ez miért van így, amit itt írtam a kis közös csoportunkban azzal a góllal kapcsolatban, ami, Nél ugye Bonó adta a goal paszt. Igen, igen. Hogy igen. hogy az meg annyira pellegrin is volt, ugye a magasan védekező. Hát, még szerintem a Manchester City-ben is láttunk ilyen gólt, hogy így átpattan a, a védelmen, és nem tudnak egy hosszú indítással igazából mit kezdeni. Itt megint csak hozzáteszem, hogy, hogy ez, ez, ezek voltak a döntő pillanat. Tehát, hogy az első gól is egyébként egy, egy ilyen egészen elképesztő védelmi hibából született és aztán a második is. Tehát ezek voltak a kulcspillanatok. Emiatt beszélhetünk arról, hogy itt a kérdésedre válaszoljak, hogy talán azért a színvonal az nem a, egeket zegeket verdeste ezen a mérkőzésen, de hozzáteszem, hogy a Betiszt is azért keveset látom ahhoz, hogy, hogy ilyen hangosan ítéletet mondjak Pellegrini taktikájáról vagy, vagy megközelítéséről. Hát ez kicsit komédia, <laughs> hogy, hogy ilyen gyengén sikerült most ez a Betisnek, mert amúgy tényleg hihetetlen jó. Tehát az, hogy harmadik helyen van a Betis, az, Azért az jelzi, hogy milyen erejű a csapat, úgyhogy mögöttük van a BL résztvevő Villarreal, amelyik amúgy a Juventus ellen egyáltalán nem vallott szégyent. Pino Mesternégyesével. Pino most Mesternégyes a hétvégén, 19 évesen, rá is érdemes figyelni. Ott van az Atlético Madrid is, és amelyik, a szabonás a Manchester United, de ott van a Barcelona, viszont a Barcelonának tényleg az az őszi idény az nagyon botladozós volt, és a Real Sociedad is ott van, amelyik meg a Lipcsével azért játszott egy, egy X-es meccset relatíve, vagy párharcot pontosabban, és, és ez mind olyan csapat, amelyik így a BL határán van, vagy nyilván azon belül is. És még így is ott van a, a Betis és a Sevilla előttük. Nem is kevés. Bocsánat, előtörtek az emlékeim. Muszáj egy fél percet el kell nektek az Anzsé öngolyát. Fantasztikus volt, képzeljétek el. Ezek egy időben Most voltak. Ja. És, és ti ilyen meccsekről tudtok mesélni, pedig arról, hogy képzeljétek el korábbi MTK kapus, Daniel Petkovics védi az Ángé kapuját egyébként. Jött egy beadás, a szemébe sütött a nap. Ezt szeretném, hogy esetleg, ha valakinek van kedve videót nézze, meg megpróbálom előadni, hogy mi történt pontosan. Szóval a szemébe sütött a nap nem tudta megfogni a labdát, hogy a melkasáról kipattant az ötösön belülre a beivelés, és a csapatkapitány ki akarta bikázni a labdát, de rárukta az egyik kollégára, úgyhogy az öngolként bepattant Eltört kapata. az óra. Nem, 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 egyébként lehetne még ebben a sztoriban, de szimplán így született egy öngól úgyhogy köszönöm, hogy hagytátok, hogy ezt ismertessem. Az átletiről szerintem még mindenképpen érdemes beszélni itt abban a bolyban, amit említettél. Már csak azért is, mert ugye ott volt a Manchester United elleni bajnokok ligája mérkőzésük is, ami egyébként alapvetően szerintem egy nem rossz eredmény az Atleti számára. Eredménynek Sőt, nem rossz, de, de megfejtetetlen. Tehát, hogy ezt hogy nem nyerte meg a, az atlétikó ezt a meccset. Végre úgy játszott az atlétikó, ahogy ahogy ezt sokszor vártuk, nem tudom, hogy De ez mennyire a Manchester. Igen, benne United. van azért a Manchester Unitednek a, a sok hézagja is, ami, ami uh -huh. a csapatjátékában szerintem benne van. Tehát, hogy Simone számára ez a mostani kicsit már elnézést szedett vedetnek mondható Manchester United, ez egy elég kellemes ellenfél volt. És mégsem, tehát nem az volt, hogy mint ahogy az Atlético a nagy meccseken szokta, hogy beülvédekezni és tényleg csak a kontrákra játszik, hanem volt, volt ebben egy atléti kontroll. Sőt, nekem ami még feltűnő volt, hogy ugyan nem szoktam minden hétvégén látni az atletikot, de, de João Félix nekem nagyon élt. Az meg, tehát ő, most a gólyát, ő ezt mondta, is többször is nyilatkozta, hogy, Joao Félix a nagy meccseknek él. És ugye hiányoljuk nála azt, hogy minden héten ott lássuk a góllövők között, hogy ő a Hetafét, az Alavest, a Levantét, az Elcsét kitömte, de egész egyszerűen tényleg indokolt az, hogy ott ne ő játszol, hanem például az a Correa, aki a legeredményesebb játékos Spanyolországban 2022-ben. Hm. És mégis, tehát ö, hiába ilyen jó Félix ezeken a meccseken, hiába a legjobb védők ellen megmutatja, hogy ő bárkit képes egy-egyben megverni, vagy lefutni, vagy, vagy magára vonzani a védőket, a kisebb meccseken valahogy, mint hogyha egy teljesen más ember lenne. Szerintem egyébként ez kinőhető, amúgy. Tehát kinőhető, a, csak tehát az most érzésem, hogy van annyira rosszul fiatal. választott az Atlétikóval. És hát én, hogy én hogy ebben. Ez korábban is Határozottan egyébként. biztos vagyok. Tehát, hogy nem tűnik, nem tűnik olyan embernek, mint aki így tökéletesen a helyén érzi magát Madridban, és hogyha. Hát, tényleg már annak idején rosszul választott az Atlétikóval? Tehát, hogy azért ott vált. Ott vált vagy ott lépett egy lép fölfelé. De Griezmann középcsatárként, és tényleg gólszerzőként vált azzá az atlétikóban, Joao Félix bármi, csak nem középcsatár. Uh -huh. És az szokott neki a legjobban állni, hogyha ilyen második számú csatárt játszhat, és ilyen szabadon mozoghat, de hát ez erre Simeone rendszerében nem sokszor van szükség. Igen, egyébként hozzáteszem, a múlt nyáron, amikor felvetődött, hogy ő esetleg Barcelonába megy, na szerintem az egy nagy sztori lett volna, csak az atleti nem engedte el. Szerintem Barcelonában ő lehetett volna az a karakter, aki, akinek ez Mind megadatik, meg. ez a szabadság. Pont ez jutott eszembe, hogy ő a Barcelonával választott rosszul. <laughs> Hogyha itt az előbb azt mondtuk, hogy Joel Félix meg az atletivel. Kondogbia visszatérése? Összefüggésbe hozható azzal, hogy most egy kicsit atletisebb volt az atleti? Nem Kondogbia mindig a középpontja ennek az átlétinek. Tehát nálam az egész szezonban az volt a benyomás, ami átléti meccset láttam, hogy Koke az, aki a középpályán ott mindent meghatároz, és Kondogbiának bár vannak kiemelkedő meccsei, de sokszor benne van a hiba. És itt is majdnem, majdnem azt mondtam róla, hogy, hogy ez tízes meccs, de azért a végén ő is hibázott a United ellen. Volt egy-két eladott labdája, de hogy ilyen önbizalommal játszott, nekem az volt a feltűnő. Tehát, hogy hiába van rossz formában most az Atlétikó, olyan önbizalommal játszottak a United ellen, amit, amit nem láttam az utóbbi időben, vagy csak nagyon ritkán az Atlétikónál, és Kondogbia pedig, ugye az a játékos, azért van egy sok ilyen játékos, akinek, hogyha látod a mozgását, hogyha egy árnyék lenne, és csak a mozgását látnád, akkor is meg tudnád mondani, hogy ő az, és a mozgása alapján nem tűnik egy, egy atlétának, egy, egy igazi sportolónak, és mégis hiába van kicsit össze-vissza az összes végtagja, azok a cselek, amiket a United ellen meghúzott, így leesett az állam, hogy, hogy ebből ennyit ilyen bátran bevállal. Szerintem beszéljünk még egy kicsit a Paris saint mert uh, még van egy pár percünk itt az adásnak ebből a részéből, és uh, szerintem kevés olyan ember van, aki Magyarországon többet látja, és uh, többet foglalkozik a Paris saint mint te. Uh, Doma? És Doma? itt... <laughs> ja, nem, ja, én te. Értem. És, és, itt azért például itt a hétvégi mérkőzésen Pochettino kifütyülése az hm. szerintem mindenképpen előre kívánkozik a PSG-vel kapcsolatos témák között. Múlt decemberben kint voltunk a Monaco elleni Csemónival, és, és ott a helyszínen tapasztaltam azt, hogy amikor jött, hogy Mauricio, ez volt a reakció. Tehát, hogy őt szerintem így konstans nem szeretik. Azért, amilyen szervezetlen a csapata, vagy azért, amiért nem tud ezzel a csapattal mit kezdeni. Amit egyébként nagyon érdekes kijelenteni Pochettino bármilyen csapatáról, tehát az mert spanyolját ezt nem túl sokszor láttam, de a Southamptonját és a Tatanámiért igen, és annál szervezettebb, összerakottabb, kitaláltabb csapat kevés volt. Hát én azért mentségült dobom ezt rögtön, hogy nem tudom, hogy lehet-e ennyi játékost egy csapatba sűríteni. Én továbbra is tartom, hogy azt hiszem, hogy nem ha vállást kell foglalni, inkább ezt mondanám, és ráharagszanak, hogy most az utóbbi időkben jött pletykák mennyiben vannak, de szerintem nincsen összefüggésben azzal, hogy őt már a Unitedhez is aláíratták a sajtóban, már a Realhoz is gyorsan, azután, hogy nyert a Paris Saint-Germain. Mondom, ez decemberben is pontosan így volt. Én azt gondolom, hogy a játék miatt mondjuk azt, hogy hogy őt egyszerűen nem szeretik, de szerencsére, ahogy láttam, nem, nem foglalkozik ezzel, de komolyan. Úgyhogy, úgy, ez egy régebbi dolog, de őt, 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 nem nagyon fogadják el Párizsban. Ugye itt a hétvégén, ami, ami kikívánkozik, az az, hogy 23 évesen Mbappé úttal érte a klub örök gólövő listáján Ibrahimovicsot, a 155. és a 156. gólját és úgyhogy most már a svéddel van egy szinten, és jön Káváni 200-zal. De hát ugye ez egy plusz kérdést vet fel, hogy el lehet-e érni Kavánit, mert hogy ebben a fél szezonban, vagy harmad szezonban, ami vissza van, ebben biztos nem. Tehát Kavánit csak akkor lehet utolérni, hogyha Mbappé még maradni fog. Cél lehet számára? Én azt gondolom, hogy igen. Pont képzeljétek el, belefutottam egy szurkolói tweetbe, és annyira tetszett, hogy azon túl, hogy nyilván az volt a témája annak a 160 karakternek, vagy mennyinek, hogy Ja, felemelték, ugye? Mikor... 280. Oh, igen, igen 140-ről 280, igen. Szóval annak a 280 <laughs> <számolja>. karakter. Ja? <gül> persze. <gül> az volt, az volt a lényege nyilván, hogy csak kérlek, maradj, kérlek, maradj, de hogy alátámasztotta a szurkoló, és azt mondta, hogy, hogy maradj itt még két évet. Nyerd meg a bajnokok ligáját, legyél te a csapat leggólerősebb játékosa, válj halhatatlanná, és utána követheted még az álmaidat, hiszen 25 éves leszel. És nekem egyébként tetszett ez az egész, és hozzáteszem, szerintem lehet abban motivációja egy ilyen fiúnak, aki egyébként párizsi, hogy azt mondja, hogy jó, én elhozom a bajnokok ligája serleget a következő két évben, vagy legalább adok még két sanszot arra, hogy ez megtörténjen, én leszek a legeredményesebb és az első, és utána végül is ugyanúgy még azt mondjuk, hogy fiatal vagyok, és mehetek tovább. Annyira gyönyörű, hogy tehát, hogy semmi ilyesmi nincsen Neymar felé, hogy Léci maradj, vagy bármi hasonló. Uh -huh. Tehát ennek a, ennek a Paris Saint-Germainnek hiába viszel oda egy Messi-t, Mbappé a középpontja. Igen, az... és, és lehet, hogy ez még a dolgoknak a leginkább leegyszerűsítése, az tűnik ennek a Paris Saint-Germainnek a, a kulcsnak a BL megnyeréséhez, hogy messi legyen az előkészítés, mert asszisztokban továbbra is hihetetlenül tartja Igen, már tíznél a tart, és a ligön legjobb jobb assziszt. Aki olyan. köpköd, az a gólok miatt köpköd, hogy miért nem lő messzi 80 Nyugi, De... azért, mert sokat közvetítem a PSG-t. Ja, komolyan. Tehát tényleg ez az érzésem, hogyha én vagyok a kommentátor, esélytelen. Tehát, hogy erre nyugodtan fogadhat bárki. Azt hiszem, hogy a kilenc kapufájából hatot én közvetítettem. Tehát, hogy bármi van, a Messi-Nagy Viktor kombó az, az nem működik. De, hát ez, de, ez, talán a legkevésbé fájdalmas a párizsiaknak. Hát nekik. nekik. De nekem. Igen, bocsánat, Semmi, csak hogy ez tűnik a leosztásnak, hogy Mbappé a gól, és Messi a gól. Igen, most, és, ez, és nagy ez nagyon, nagyon leegyszerűsítve. Ez nagyon jól működött, amíg Neymar sérült volt, és olyan érdekes, hogy a Nant ellen játszott először kezdőként Neymar, mert a Real ellen ugye kapott ott egy pár percet, most másodszorra volt kezdés és azt érzem, hogy hogy nem működik, mert hogy igazából amikor Neymar szervez, akkor messzi kicsit felszabadul, és nincs úgy teendője. Mbappé fele annyi labdát kap, mert pályán van Neymar. Neymar egyébként szeretné kiszolgálni messzi többnyire, és itt is volt egy olyan helyzet, hogy Mbappé megrukatta volna a Mester 3 hiszen ott állt középen egyedül, de Neymar csak messziig tolta be a labdát. Tehát, hogy talán többet visz, mint hoz Neymar jelenlét, amit baromi durva kijelenteni így. Hát de jó volt végszónak. Úgyhogy köszönjük a szépen, baromi? Az is. Köszönöm, szépen, ismét hogy ismét eljöttél hozzánk ebbe a történelmi adásban, mert még nem hívtunk vissza vendéget a következő hétre, úgyhogy végül is egy ilyen premiernek a... A Nagyon szépen És jó pólód. Nagyon szépen köszönöm, jó a hogy pólónk. Hajrá, és nagy örömünkre újoncot avatunk a teljes terjedelemben. Lukács Viktort, az Arena 4 kommentátorát és műsorvezetőjét. Mennyire szereted egyébként ezeket az újonnan jött műsorvezetői feladatokat? alapvetően nincs vele problémám. Sziasztok, te ki hogy itt lehetek. Én többnyire azért kommentátornak tartom magam, tehát az a, az, az első számú és legfontosabb feladatom. De amikor a helyzet úgy, úgy hozza, akkor beugrok műsorvezetőként is. Azért lehet munkáját nem akarom elvenni, úgyhogy majd ha visszajönnek, a várjuk nagy szeretten és akkor majd övé lesz a szék. De, de amúgy meg jó, persze persze ez egy tök más világ, meg teljesen máshogy kell készülni, meg máshogy kell áll, hozzáállni, meg úgy, meg úgy minden más a műsorvezetéssel, de ez is egy jó kis tapasztalás. Igen, tudom is, hogy csomószor kérdezték már, hogy mi az alapvető különbség, és mindig ezt szoktam mondani, amit te is kiemeltél, hogy nagyon másképp kell készülni a műsorvezetői abszolút, feladatra. Abszolút, teljesen. Tehát, amíg nem tudom, például szerintem óriási különbség van a között, hogy hány cikket olvasok el egy műsorvezetésre, meg milyen statisztikai adatokat készülök egy kommentálásra. Tehát azért ez például egy óriási differencia szerintem. Igen, én is egyébként szerintem ez, ez nagyon jó, amit megfogtál, hogy a feldolgozott adatokból többet fogyasztasz e, már műsorvezetőként, mert egy kicsit az egészre kell jobban rálátnod, viszont saját magadnak dolgozott fel az adatokat a kommentáláshoz. Így van, így van. Meg ugye az, az a nem mindegy, hogy van melletted műsorvezetőként egy szakértő a stúdióban, akinek pontosan az a feladata, hogy majd ő okoskodjon, én meg csak tulajdonképpen aládolgozom, majd teszem fel a jobbnál jobb kérdéseket, hogy akkor majd ő megmondja a tutit, míg kommentátorként azért nem feltétlenül van egy, egy segítség mellett. Nem tudom, nálatok azért szokott lenni mérkőzéseken, az is egy tök jó dolog szerettem, amikor, amikor szakkommentátor dolgozik mellettem. Úgyhogy tök más, de jó. Abszolút. De és hát a Bundesliga most azért az első számú, ugye? Tehát, hogyha így, tudom, hogy csinálsz Sok csomó minden, minden, minden más, igen. igen. Áll, tele vagyunk jogokkal, de a Bundesliga abszolút az első számú. Azért így, a hogy... szívedben is? Igen, igen, én nagyon szeretem egyébként a német bajnokságot. Itt igen, felmerült az, hogy milyen jogok jöhetnek annó a Az és szerintem nem titok, hogy, hogy volt egyfajta ilyen verseny, hogy akkor most olasz foci vagy német foci, és én megmondom őszintén, én nagyon örültem a német focinak. Nincs bajom különösebben a szériával sem, tudom, még mielőtt csúnyán nézni rám. <laughs> ne, alapvetően ne. nincs bajom az olasz labdarúgással, de, de az kifejezetten imponál, hogy magyar játékosokkal dolgozhatunk, és egyébként viszonylag a kapcsolatunk is megvan velük. Ez, ez egyfelől nagyon jó, másrészt a focinak a stílusa az, hogy csomó gól van, rengeteg futásra szeretem. Noha azért a támadó futball most a szériában is egyre inkább előtérbe került, hogy ez is egy pozitív. <laughs> Na, Hú, de ne ezt nem kerülhetem meg, ezt a kérdést, mert ilyen. Szerintem azért nem hétköznapi, hogy az M4-től úgy mentél át, hogy az M4-nél magyar focit is, Ap és, igen. és abszolút benne volt az, hogy kimentél a helyszínre, tudtál kérdezni, tudtál úgy információt szerezni, hogy az közelebb van itt a Bundesligánál, nem, nem túl távoli neked az egész, nem túl furcsa az, hogy csak másodkézből innen-onnan újságból szerzel információt? Nem is ez a legfurcsább szerintem az egészben, hanem az az off-tube közeg, amiben kommentálni kell. Tehát azért teljesen más volt az, amikor kimész, akár csak egy 1500 fő stadionban is, már vagy 1500 szurkoló van kint egy stadionban, annak az élménye, meg a ráhatása a közvetítésre de tök más, mint hogyha beülsz egy stúdióba. Úgyhogy inkább ez a nagyon-nagyon furcsa, ez hiányzik az egészben, vagy nem mész ki terepre. Ez más, az, hogy az információk honnan jönnek, igen, ez is egy fontos dolog, de azért az NBA egy világában sem feltétlenül mozogsz már úgy, vagy nem, nem feltétlenül engednek annyira közel a, a, tűzhöz, amennyire mondjuk a 15-20 évvel ezelőtt az előfordul. Nem mondják el, el, amit nem szabad. Bizony, meg hát ott is, ez, ez nagyon kedvencem volt az NBA-ben, hogy ott is megvannak ezek a fantasztikus kis taktikai rajzok a mérkőzés előtt, és volt egy csomó olyan technikai vezető, aki valami baromságot lefirgált a lapra, és akkor azt mondta, hogy na van, tessék, rakjátok ez ki, úgyse ez lesz. Na, jó, van, akkor biztos az ellenfél is majd abból fog felkészülni, amit mi kivetítünk az M4 képernyőjén, az olyan, mint az Atlético Madrid akkor. Hát egyébként, tehát most ez így viccesen hangzik, de amikor annak idején végkoron közvetítésekre jártunk, akkor volt egy olyan edző, talán most már el is árulhatom, a svéd Greg Lindquist, aki a Fradinális dolgozott meg előtte Miskolcon, aki rendszeresen megcsinálta azt, hogy a meccs előtt még egy ilyen 6-8 perccel följött oda a kommentátorállásba, és megnéztem, mert ugye mindig megkérdeztük az edzőktől, mm, hogy akkor, igen. akkor hogy néznek ki a sorok, hogy had nézzem akkor, hogy felírtad már, és, és, akkor abból, hogy még ott variálgatott az utolsó pillanatban. Úgyhogy úgy, úgy, van vannak azért erre. Lehet, hogy akkor más bepróbálkozott ilyenekkel, csak én nem vettem észre. Jó. Na de akkor beszéljünk itt a bundesliga is. Itt is azért, hogyha már a taktikát mondtad, akkor az első számú kérdés az az, az edzőkeringő, amit senki nem tudott igazán, hogy ez majd hogyan sül el. Minden esetre óriási változások voltak, nagyon-nagyon sok helyen. És hát, hogyha most egy ilyen általános mérleget akarunk vonni, akkor azt mondhatjuk, hogy több helyen sült el rosszul, mint ahol jól. Igen, nagyjából egyébként fele más. Szerintem az egyetlen pozitív változás az gyakorlatilag a Kölnél volt. A Stefan Baumgart elő menetele az mindenféleképpen pozitívnak tekintető. Hát meg a figurája miatt is. Egy... Imádom, a, <laughs> imádom a faszit. Az, amikor nem tudom, novemberben volt, hiszem, az ez a karneváli időszak Kölnben, és megjelent. megjelent a A játékosok, meg a, a klasszik Stefan Baumgart, a svájci Entekered, ez is nagyon szeretem, úgyhogy az egész közök zseniális. De igen, ő az egyetlen effektív pozitív. Nágyászmannak a megítélése az még megint más dolog, mert azért neki elég magasra volt rakva a létsz, úgyhogy onnan pozitívba elmozdulni, azért nehéz, ha csak ilyen, nem tudom, több rugott gollal bajnokságot nyerni. Nem tudom, szóval, Ez még összejöhet. Igen, abszolút meg lehet. Szóval ez, ez ők ketten azok, akiknél egyértelműen mondjuk pozitívnak lehet tekinteni, de igen, a többieknél nem sült el jól. Sőt, ugye volt két edzőváltás is, már Jesse Marsnál várható volt, hogy ez nagyon hamar be fog következni, mert az a játékstílus, amit ő akart ráerőltetni a lipcsére, az nagyon úgy néz ki, hogy nem működik, mert a játékos keret ehhez nem alkalmas. Majd a most, most, igen, igen, de az mi hát a hivatalos lesz? Hát azt hiszem, hogy... szerint még ugyan a, a, mi a menesztés a azt hivatalos. Egy az, nap igen, vagy, és em... hát igen, nagyon valószínű, hogy ma aláírja Jesse más a szerződését. De egyébként lehet, hogy működőképes lesz. Nagyon kérdés, mert hogy másnak ugye az a nagy baj, hogy nem igazán tud változtatni ezen a stílusa, hogy... Szerencsére, vagy... szerencsére a erre fel vannak készülve Bielsa után. Tehát, <laughs> ha <laughs> valaki ragaszkodik a saját stílusához. Hát igen, az előfordul. Úgyhogy igen, kíváncsi lennék rá, de, de Mars az abszolút kapufa volt. Fambommel már a felkészülési időszakban látszódott, hogy kapufa lesz. Ott igen, de aztán, ahogy elindult vele a Wolfsburg, akkor nem volt azért ennyire egyértelmű, hogy ez, ez, ez egy, igen, egy működés volt egy nagyon pozitív széria. Volt az első, Öt négy, négy, első négy, amit, amit megnyertek, és ott egy, két egy két a bajnokságot, de például a legelső mérkőzésükön játszottak az újonc bohummal, ahol 85 percen keresztül ember előnyben fociztak, egy nullára nyertek. Tehát azért az, az sem arról árulkodott, hogy a minden teljesen rendben lenne, úgyhogy nekem voltak fenntartásaim már. Szerintem egyébként hamar küldték el fanbombát, tehát hogy utólag visszanézve, azt hiszem összesen 13 meccset kapott Smátkék, tehát az, az nem sok, és ha most megnézem, hogy Kófeld jelen pillanatban hol teljesít, hát neki még fanbombát is sikerül alulmolni <laughs> a nagyjából, hát és pedig mellette kitartanak. Kófeldnek annak ellenére nem volt rossz a sajtója, hogy a Werder Bremen-nel milyen eredményeket produkált, viszont hát itt ez egyelőre nagyon nagyon szomorúan fest, úgyhogy most múltkor pont utána néztem, hogy azért a Wolfsburgról úgy kell beszélni, mint a Bundesliga hatodik legtehetősebb csapatáról. Bizony, És hát, ahhoz képest... a Volkswagen önti bele a pénzt, persze, azzal nincsen probléma. Hát, ahhoz képest ez meg Hát a keretértékét, meg, meg, meg hát nem is csak a pénzügyi részéről beszélünk, hanem egyszerűen a minőségi labdarúgók alkotják, szerintem még mindig a keretet, a, a, ami azért rendben van. Lacroix nagyon jó védő szerintem, Baku a színe, szintén kiváló játékos. Az egy igazán jó lenyomata annak, hogy mekkora bajban van a klub, hogy el kellett hozni a 33 éves Max kruse az Union Berlinből, aki egyszer már lebőgött Wolfsburgban, hogy hát, is jöjjön és tegyen csodát. Meg hogy néz ki Max Kruse már, bocsánat. Hát, jó kis jó, 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 <laughs> apa testtel ott te elfutkárazik elől, igen, azért nem feltétlenül az a, az, az egte futógép, de még egyelőre működik. Szóval... Hol is tartottam? Igen, tehát hogy alapvetően a keret az azért sokkal magasabbra predestinálja ezt a klubot, de, de valahogy egyszerűen nem, nem igazán sikerül megtalálni ezt az összhangot a, a pályán, ami, ami mondjuk kellene. Mondjuk elég nagy űrt hagyott maga után Lázner, tehát hogy van, van hova ö, visszamenni, de nem tudom, megy. egyelőre azért ez elég rosszul néz ki. És egyértelmű szerintem kijelenthetjük, hogy a, a Wolfsburg és a Gladbach is sokkal inkább a kiesés-elkerülésért harcol, mint az Európai Kupa Aztán Azt most láttam valami, nem tudom, ki csinált erősorrendet, hogy egy táblázatban az európai csapatok, egy ilyen, tényleg ilyen BL-szerű erősorrend, és a legtöbbet visszaegysett csapatok között egymás után az első két helyen volt a Wolfsburg és a Gladbach. Azért ez, tehát erre bármit is mondtunk, amikor ugye már mint tavaly januárban kiderült, hogy hogy mozognak az edzők, erre egyáltalán nem számítottunk, és nem. ez nagyon durva. Igen, ugye azt pedzegetik, hogy alapvetően ott már volt probléma a, 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 csapattal, tehát nem igazán jöttek ki jól a vezetőedzővel, és erre is kellett lépni valamit, hogy valami olyan vezetőedzőt szerettek volna hozni a helyére, aki, aki jobban kommunikál talán a játékosokkal, mert ugye működött a rendszer, de belül voltak feszültségek az öltözőben, és ezt kellett valahogy kiküszöbölni. Hát Fambom úgy néz ki, ez nagyon nem sikerült. És ugye Kófeltel is azt mondják, hogy az, lesz, hogy az lehet a probléma, amivel a Verdernél is volt, hogy ott is túlságosan ragaszkodott ahhoz a játékhoz, az a mindent elsőprő támadó játékhoz, amit ő szeret, vagy az a, az a nagyon erős csatárjátékhoz, ami végül azt eredményezte, hogy a Werder Bremen azóta másodosztályban van, és Koffernek is az azért jó ideje volt csapata. Tehát, hogy ezért tehetséges fiatal edző, de, de valószínűleg azért neki is még szoknia kell ezt a közeget. Hát miközben egyébként ugye arról beszélhetünk ott a Verderes időszakban, hogy még meg is alázták őt elég rendesen ott az utolsó előtti fordulóban való menesztés de itt, itt sem mutat jól. Jó, hogy említetted a Gladbachot, meg beszéltetek erről, mert a másik nagyon-nagyon hasonló cipőben járó csapat. Azzal az Adi Hütterrel, aki azért előtte Ausztriában is bizonyított már szerintem, hogy egy alapvetően jó szakember, és az előző évben is arról beszélhettünk, hogy jó működött a csapat, amit ő összerakott. Itt meg, minthogyha tőle is működésképtelen lenne ez a Gladbach. Egyrészt, másrészt pedig azért voltak sírülések, tehát azért Türán például a ősz nagy részét kihagyta, most szegény, szegény is egy gólja van csatárként. Tehát szerintem ott a legnagyobb probléma mondjuk a gladbach az, hogy azt hiszem, Bayern után a legtöbb kapura átlagolják meccsenként, ehhez képest borzasztóan kevés góljuk van. Azt hiszem, most lett meg hétvégén Emboló harmadik gólja a bajnokság, mondom, Türámnak van egy, ő is most lőtte az elsőt hétvégén, emellett pleámos próbák, adott két gól akkor ő most mondjuk, hogy felszállóákban van, de hogy ez a csapat azért több helyen Kramer borzasztó szezont fut, Neuhaus borzasztó szezont fut, a szélsővédők nincsenek játékban megfelelően, nem tudják levédekezni a beadásokat, a pontrugásokat. Azt hiszem, hogy Gladbach kapta a legtöbb gólt pontrugások után. Tehát ez mind-mind arra utal, hogy valami az edzéseken van valami szóval. probléma. Hát meg szerintem erre utal az is, itt akkor megint egy kicsit visszahozom a Wolfsburgot is, hogy ott van az a Weghorst, vagy Weghorst, tök mindegy, hogy... Igen, csak ahol fogjuk <laughs> tuk, igen. Tuk, <laughs> mások kiheteni, tuk, igen, tuk, igen, szóval akit, akit, így kivettek onnan, betettek a burnley -be, és és egészen kiváló. Tehát, hogy nyilván nem véletlenül rúgta ő a második legtöbb gólt Lewandowski mögött az ideje alatt a Bundesligában. És ugyanez az érzésem van Zakáriával kapcsolatban is, bár mondjuk amikor őt láttam, akkor, akkor nekem ő mindig nagyon-nagyon tetszett. Szerintem mindig rengeteg potenciál volt benne, még hogyha érezhető is volt itt az utolsó hónapokban, hogy nem feltétlenül a hosszú távú jövőjét a Borussia Mönchengladbach mezében képzeli. El. És nagyon jó az, az összehasonlítás, hogy 24 kör után tavaly a Borussia Mönchengladbachnak 40, most 32 tule goa vaan És a Volz úrnak meg 38-ból lett 26, tehát 24 forduló alatt 26 gól, az, az egy kieső csapatnak és még És a... Vekorsz ott volt egy fél szezont. Tehát, igen, tehát, igen, igen, igen. Igen, az azért érdekes, meg ő, hogy állítólag, állítólag őt is utálta a fél csapat. Tehát hogy azért jöttek ilyen plegykák az öltözőből, hogy, hogy hiába volt jó játékos, meg azért szórta a gólokat. Hát de igen, igen, nem 195 centis nélkül. játékos ilyen technikást azért nagyon ritkán látsz. Igen, egyébként... Azt azt hogy hogy nem jól lehet utálni 195 centis igen. Tehát kezdjük foglalkozni, utálunk, hogy ki vagy közös. Hisz, valahogy ezek -e -e az érdekes dolgok, hogy úgy néz hogy a pályán tök nagy az őszang, meg ott ölelgetik egymás a gólon, hát, hogy mekkora királya Ez jó előkészítő elő. is. Tehát, hogy Igen. Általában most nyilván szerintem lehet, hogy ez hülyeség ez az általánosítás, de azokat a csatárokat nem szokták szeretni, akik önzők, akik csak mindent egyedül akarnak. De róla még ezt sem mondható el, mert egyébként nagyon jól érzi ezeket az utolsó passzokat. Nagyon jól főleg ebben a, szezonban, amikor nem mennek ki a és akkor, akkor pont abban lépett kettőre, azt hiszem valami 6-7 gólpasszal. Hálátlanak ezek a Wolfsburgiak. Nem, nem, nem volt oké, igen. Úgyhogy tehát ebből is látszik, hogy kettő rosszul edzett csapatról beszélünk alapvetően. Igen, meg a játékfelfogás felfogás is jó itt változott. A Wolfsburg az előző szezonban azért a legtöbbet futó csapatok között volt. Az intenzív futások számában abszolút a, a, a top négyben volt a csapat, nem volt, egyáltalán volt véletlen ez a BL szereplés. Ehhez képest őszre sikerült leredukálni ezt a teljesítményt oda, hogy az egyik legkevesebbet futó csapat lett a Wolfsburg. Tehát azért egy ekkora változást fél év alatt a csapatnál csak az okozhat, hogy valaminek ott nagyon mellé nyúl. És valószínűleg az edzőnek nem kellene annyira ragaszkodni az ő saját felfogásához, hogyha a keret nem alkalmas arra, amit ő szeretne játszatni. És majd szerintem a beszélgetés további részében elő fognak kerülni még olyan csapatok, ahol szintén ez volt a probléma, hogy nagyon nem illett a csapat ahhoz, amit az edző szeretett volna. Vissza visszakanyarodva, az ez volt a, a, a kulcsa az edzőkeringőnek, hogy nem feltétlenül sikerült jól eltalálni az edzők, az a csapatokat. Egy utolsó, csak zárásként ehhez a témához, hogy a kiesés az náluk most reális? Nem, szerintem nem. Tehát a, a, alsóházi csapatokról beszélünk most, de azért valami óriási blamának kellene megtörténnie, hogy a Wolfsburg vagy a Kladbach is akár osztályozós helyre kerüljön. Tehát náluk sokkal rosszabb csapatok vannak. Én a Stuttgartot már nem tudom, ősz közepén azt mondtam, hogy osztályozósok lesznek. Jelen pillanatban még az is egy pár pontra van tőlük, <laughs> rossz irányba. A, az Augsburg ugyan kezd összeérni, de, de azért nagyon nehéz dolguk lesz. A Bielefeld, most volt pár jó hete, de, de rosszabb csapat mint ezek, úgyhogy nem fognak kiesni az elba. A Bohum meg Kristályt is Európáért. Egy kicsit Bohumnak szurkolok egyébként, mert... Én uh... nagyon jó, hazai pálya, így őket, ahogy uh... a pályát. Uh... Hát, szimpatikus. Uh... Én, amikor volt a 2006-os VB, akkor nekem Bohumban volt az egyik szállás, amit sokszor elmondtam, és akkor a Bohumi stadiont, azt kinyitották azokon a napokon, amikor uh, éppen nem utaztam, akkor ott lehetett nézni a meccset. Szenzációs volt, egy ilyen Aszinten óriási kivetítő. És pff, nagyon, tehát egy nagyon hangulatos, nagyon jó kis város Bohum. Uh, nyilván villamosnyi távolságban Gelsenkirchen-től, meg Dortmundtól, úgyhogy az ott egy elég komoly rivalizálás is. az nagyon jó, hogyha a Bohum szerintem ott van a futball térképen Németországban. Hát, ha, ha már a sáke nem jut vissza a másodosztágon, hát, legalább, legalább igen, egy, egy bohú bohú van a Most gyere. már tudjuk a német focis kötődésedet. É. Hát, akkor innen... így nézzük a valama, De, <laughs> Jó, de egyébként a Bohumnak az is jó hogy ő kis csapat. Tehát a sákétól mindenki ilyen, nagyon könnyezen nézte ezt a vergődést az elmúlt, elmúlt években. De a Bohumtól senki nem várja, hogy verje meg a Dortmundot. Bár nyilván ezt várják leginkább ott a, a helyi emberek. Vagy a de Bayern, hogyha nem történik meg, vagy a Bájeltéga oktassa egy négyesen. Szóval, hogyha ez nem történik meg, akkor azt azért el tudják fogadni szerintem a Bohumtól. És tök jó, hogy ott tudják általában az emberek, hogy hol van a helye a Bohumnak. Ezért is egy ilyen kis üde színfolt a, a Bundesligában. bundesliga Amikor azt mondtad, hogy, hogy, beszélünk arról, hogy melyik az a csapat, amihez nem illik edző, akkor mi volt egy egyből a fejed? gondoltam. Egyrészt ugye más és a Lipcse, tehát hogy az a fajta játék, amit más próbált erőltetni, az, hogy nagyon hamar kezdjük meg a letámadást. De az Nagelsz nem -e miatt? Mert, Ön. hogy, mert ugye a, a, három évvel ezelőtti Lipcse az lehet, hogy még, még alkalmas lett volna erre. Igen, csak hogy azóta azért átalakult a keret. Azok a játékosok, akiket hoztak, nem feltétlenül erre a játékra voltak alkalmasak. Tehát Szoboszla is sem például az, a, az a igazán nagy pressing ott elől, aki, aki erről lenne híres. Forsberg megint nem, tehát hogyha ilyen játékosokat játszottak, akkor valószínűleg ez nem fog menni. Ezért volt egy jó választás Tedesco, aki inkább a Nagelszmanos ösvényre próbálja visszaterelni a hogy A középpályán szerezzük meg a labdát, becsüljük meg, nem kell kettő másodperc alatt ott lenni az ellenfél 16-osánál, ez, ez egy inkább taktikusabb kicsit komplettebb játék is, amit már szeretne játszani. Azért neki szerintem túl nagy ugrás volt az, hogy a Salzburgban ugye végig dominálták az osztrák bajnokságot, ott nem volt ellenfelük ilyen szempontból, és azt a fajta játékot egy az egyben átültetni a lipcsére ebben a közegben nem lehetett. Úgyhogy azt szerintem ott volt egy, egy, egy kapufa, egy mellényugrás. És a másik? Hát a másik egy, egy kicsit Márkó Róze és az Dortmund. Erre, ezen gondolkoztam. Erre a válaszra számítottál? Nem, az, nem voltam benne biztos, hogy, hogy, hogy őt így érzed el, mert én bevalom nagy Márkó Róze rajongó vagyok, főleg egyébként a Gladbach időből kiindulva, mert az nagyon-nagyon jó foci volt, amit, amit, a Borussia Mönchengladbach játszott, mondjuk a leszámítva az utolsó fél évet Márkó irányítása alatt. De én azt vártam, hogy bármennyire is itt szó volt akkor arról, hogy miért váltott ugye az akkor hátrébb található Dortmundhoz, hogy, hogy a Dortmund az egy való klub. Amikor, amikor, az egész házasság megköttetett, aztán most már vannak ezzel kapcsolatban kétségeim, de, de, de én még mindig, mindig adok ennek esélyt. Alapvetően lehet ebben, ez szerintem a nyári időszak ebben egy, egy, egy kulcs momentum lesz. Valószínűleg Holland megy, tehát ez szerintem úgy kijelenthető, hogy el fog menni, kapnak érte majd egy zsákpénzt. Az a kérdés, hogy ezt a pénzt milyen posztokra fogják fordítani. Ez szerintem ugye az egy nagy probléma a Róza esetében a Dortmundnál, hogy bizonyos posztokra egyszerűen nincs megfelelő játékosa. Védekező középpályás poszt például pont egy ilyen. Nincs meg az az ütköző kemény ember, aki, aki, például kellene. Például hát, a... meg lenne egyébként viccel. Viccel szerintem meg egyébként olvasgattam egy-két cikket erről, hogy most viccel ebben a játékrendszerben mit tud kezdeni a Dortmundban, és, és nem feltétlenül van meg a, a, a tempója ahhoz. Hátú Hummels sem feltétlenül az a, a, az, az, ember, aki, aki, gyorsan tudna reagálni, és talán a rózeféle védekezéshez másfajta játékosok kellene. Ugye Zülle már biztos jön nyáron, tehát a védelem már biztos erősítése kerül, de a középpályás poszton ott, ott valahol még bele kellene nyúlni. Mondjuk az is érdekes, vagy, vagy, az is egy jó szempont, vagy oka annak, hogy kicsit döcög a Dortmund szekere. Ugye például, aki alapvetően ott kellene, hogy játszon Jan, az nem ott játszik, mert hogy a, vére, vagy a kö, szóval a poszton vannak bajok. Ugye Zagadu tulajdonképpen az egész szezonban sérült, most, most se bevethető, Úgyhogy Hummels nem feltétlenül élete formájában futballozik, és Giannak kell hátralépnie, mert hogy ember nincs elég ahhoz, hogy ezt a pozíciót megoldják. Én még egy olyan dolgot látok itt a kapcsolatban, aminek a csapdájában van jelen pillanatban mákoróze, Rose, meg az egész csapat, hogy ez minden kétséget kizáróan a támadójátékot Holánra kellett fölépíteni ebben a szezonban. Aki nem tudom, 16 meccset adott már kérdezni. Így van. Fel, és nem, Tehát ö, nincs olyan játékos, nincs olyan profilú és karakterű játékos sem, aki őt helyettesíteni lenne képes. Ö, ott meg még nem. Sehol nincs hát, a világon, e e e e e Igen, igen ott, ott meg nem tart jelen pillanatban ez a Dortmund, hogy egy csettintésre áthangolják teljesen akár a támadásépítést, akár itt az akciók befejezését. Pedig pont az utóbbi időben Rajsz elő tudott lépni, és Belingem, ami highlight videókat látok róla, abban mindig, tehát kb. Pedrihez tudnám hasonlítani abban a szerepben, hogy, hogy hihetetlen minden mozdulata, hogy mennyire látszik a, a, tehetség, és az, hogy mennyire magabiztos, úgyhogy messze nincs még 20 éves. Ez elképesztő. Rá nem lehet itt csapatot építeni? Lehet, csak egyébként ez is egy problémája Dortmundnak, hogy biztos egy 18 éves játékosnak kell a legnagyobb vezérnek lennie egy csapatban. Tehát az, hogy, az, hogy, Hummelsnél és Rajsznál is jobban össze tudja kapni a csapatot, az egyébként egy intőjel szerintem, hogy mindenki számára. Hát ez a pozíciójából adódik. Egyrészt igen, másrészt a habitusából. Tehát ő is lenyilat. Azt hiszem a Ranger személy meccs után mondta azt, hogy bemegy az öltözőbe, és akkor azért nem hagyja, hogy bárki szétesen. Ez nem biztos, hogy belingemnek kellene megtenni, szerintem. Tehát ugye erre, erre, van Royce alapesetben, hogy neki kellene ilyennek lennie. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy Royce nem próbálja ezeket a feladatokat ellátni, csak van egy keményebb gyerek, úgy néz ki, az mindig azt szoktam, hogy akkor csak egy szám, ugye itt a Ibrahimovics, meg ilyen esetekben, nem a, nem a 18 éves gyerekeknél, nem? hogy ha valakiben benne van a karakter, akkor az benne van 18 éves. Igen, tehát ez lehet pozitívunkként is tekinteni, de egyébként a többieknek a kritikája is ez, hogy Beningem egyébként így. Na de nem tudom, tegnap, a tegnapi meccset láttátok, nek, nekem volt szerencsém, én közvetítettem. Ugye tegnap az Royce is fogalom. hiányzott, és így, így borzasztóan gyenge volt a Dortmund támadójátéka. Így belingem sem játszott jól, abszolút eltűnt a mezőnyben, és úgy, hogy seholan se Royce nincs, úgy már gyakorlatilag az egész támadójátéknak annyi. Igen, tehát itt, itt lenne egy ilyen nagyon-nagyon fontos választóvonal, amit te mondasz a nyári átigazolási időszakban. Tehát, hogy ott el kell dönteni a Dortmundnak, hogy hogy merre indult? Tehát, hogy gondoljon egy egészen más játékot, innentől kezdve akkor már koróze, amiben már nincs ott Holland, van ott valaki más, és akkor ugyanúgy ő lesz a fókuszpontja, vagy, vagy teljesen másképp építi fel ezt a csapatot. De mondom, a jelenlegi állás szerint, bárne úgy, hogy Hollandból pénzt is akar kivenni a klub, ez azért teljesen nyilvánvaló, nem teheti meg azt, hogy, hogy nem ő a és ezért is hoztam, bocsánat, Bellingemet is, mert szerintem ő is ilyen franchise játékos. Nem annyira, mint Holland nyilván, de, de hogy Bellingem körül szaglászni fognak, az biztos. Hát Őt meddig oké. tudja megtartani a dolgot? Szerintem dolgul. egy szezon még biztos van benne Németországban. Én nem gondolnám, hogy Bellingem is váltani akarna még most. Bár azért, jó, persze hozzátehetjük, hogy bizonyos top csapatokba beférne, de én Beringemvel azt nézném ki, hogy Angliába menne vissza elsősorban, és hogyha Angliába vissza akarna menni, akkor mondjuk a top csapatokban nem biztos, hogy Beringem kezdő lenne jelen pillanatban. Tehát a City Liverpoolra gondolok itt most elsősorban. Azokban a csapatokban nem biztos, hogy stabil kezdő, vagy nem játszana annyit, mint most a Dortmundban. Úgyhogy szerintem az ő szempontjából még jó, hogyha marad, de az is nagy kérdés lesz, hogy mit lát maga előtt, kik fognak érkezni. Ugye Holland helyére a Salzburg csatárát leblokkoltam, segítsetek, hogy hívják az Adeyemi. Csatár. Adeyemi, ne, igen, ne. szóval, hogy ez elég valószínű, hogy Adeyemi fog érkezni az ő helyére. Ami Rózénak biztosan jó, tekintve, hogy a Salzburg iskola magas képviselője, Adeyemi is, úgyhogy ő például tökéletesen, tökéletesen beleilleszkedhet ebbe a játékrendszerbe, tehát az már egy jó igazolás lehet, de mondom, szerintem a védelmet kell rendben rakni elsősorban. Tehát az hát a ez rengeteg kiderült a Rangers dolg, az, az ellen elképesztő. is. 6-4-es összesítéssel kiesni, az bravúros. Igen, ezt azért nem gondoltam volna. Tehát azért a, a, a Rangers sem az a világverő csapat ilyen pillanatban, tehát hogy nem rossz persze, Fan Bronkhorst is próbálja továbbvinni ezt a Gerardos utat, nem rossz, nem rossz, de tehát azért hat gólt a Dortmundnak, az az, egy német középcsapat csapat szintjén van esetleg a Rangers szerintem. Mindig szoktam mondani, hogy Rózéról sajnos mindig eszembe jut az a, az a pár sor, amit olvastam Klopp életrajzi könyvében, hogy nem tudom megvan-e, amikor feljutottak a mainz először, akkor ugye csapattársak voltak a, a mainz és hogy a Klopphoz oda ment a, a róza és azt mondta először a fülébe, hogy látod, még egy ilyen szarjátékos is lehet Bundesliga 1-es, mint én. <gül> <gül> Tehát, amikor meglátom, akkor valahol, hogy mindig megszólal a fejemben ez a mondat. A Dortmunddal az is egy kicsit probléma, és ez nem csak a jelenlegi szezonban mondható el, de a jelenlegi az nagyon ráerősítette erre, hogy egy borzasztó légüres térben mozog jelen pillanatban a Dortmund. Tehát, hogy hátrafelé pont az említett okok miatt nem nagyon kell pillangatnia, mert beleállt itt az elején a földbe a Lipcse, beleálltak az említett csapatok, a Wolfsburg, a Mönchengladbach, akik igazán komoly kihívók lehettek volna. És akkor most azzal, hogy elment az Európa Liga is, meg hát előtte a bajnokok Ligája. Meg a Német Kupa meg is. A... <laughs> Igen, szóval, szóval akkor, akkor most miért kell küzdeni? A Dortmundnál? Hát nyilván most próbálják arra felhúzni ezt az, az egészet, hogy ott csak 6 pont volt a különbség, hogy a tegnapról már 8 lett, hogy, hogy, az még behozható. Ugye lesz még egy, egy Der Klassiker majd Münchenben, úgyhogy ha adott esetben azt meg, megnyernék, akkor még lehetne keresni való, de az épesző ember nem gondolna szerintem arra, hogy a Dortmund ezt a bajnoki címet akár behozhatná. Úgyhogy igen, ez, ez, most, most van az az alkalom, hogy ilyenkor szokták azt mondani, hogy na fantasztikus, akkor már eldölt a szezon, innentől kezdve már se lefelé, fel, csapatát. Így, így, így van, akkor lehet gondolni gondolkozni azon, hogy kit kell erősíteni. vagy hogyha vannak esetleg fiatalabb játékosok, akiket be kell építeni az idősebbek helyére, akkor most ez egy fantasztikus terep nekik. Igen, tehát ez a, ez a szokott ez lenni, nem? Hogy az első öt futam rosszul sikerül, és akkor na nem majd a következő évi autót, már tudjuk fejleszteni. NBA-ben szokott ez lenni, tankolnak a következő évre, és direkt kikapnak. Igen, és hogy a, jó, jó draft jogokért minden hátré. Hát ez még szerencsére az nem így. Pont ez a baj, hogy nem tudnak előre tervezni, mert Hollandal nincs, nincs egyelőre meg állapodás, meg ahogy a németek szeretik azt, hogyha januárra megvan a három évvel előre levő keretük vagyok, és edzőjük, addig az máshol az nem, nem divat. Sehol máshol nem jelentenek be annyi edzővetest márciusban, amit majd egyébként júniusban léptetnek életbe, mint, mint németországban. Meg hát az, az le, leigazolása is. is ilyen, tehát, hogy egy ilyen ö, bajnoki versenyfutásban a bajnoki címért az egyik riválisodnak a játékosát már ennyire előre tudod, milyen jó lehet. Na, de ez, jó, ez, jó, ez kérdés. Ezt szeretett például, Viktor? Ezt a, a hogy... részét nem, nem, ez azért kicsit komoly teszi, hogy most harcolok a bajnoki címért a jelenlegi csapatomban, és már tudom, hogy a következő szezon majd abban a csapatban egyek, amelyik most a második. Igen, és ugyanakkor meg és őszinte, ez egyébként, igen, őszinte, hogy... tehát hogy ezt, ezt, lehet becsülni persze, de, de, nem tudom, szerintem ez kicsit használtam azt a az hogy nevetséges. Tehát, hogy ez, 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 a Dortmund szempontjából is kicsit komoly talán teszi ezt a történetet. A Leipzigről beszéltünk már néhány szót és gondolatot, de azért szerintem annyit mindenképpen megér, főleg itt a magyarok szereplése miatt, hogy ez a Tedesco rendszer látjuk, hogy milyen működésben. Egy sokkal passzívabb, ahogyan te is mondtad, egy középső blogban való védekezés azzal a letámadással szemben, amit más nagyon látni szeretett volna. És az első hangok, amikor megjelent Tedesco, akkor, az aggodalom hangjai voltak ö, szoboszlaival kapcsolatban, hogy ő ebben a rendszerben majd, majd hogyan játszik. Amíg nem volt a sérülés, addig ez úgy nézett ki, hogy ez, ez tökéletesen ö, működik. Aztán egy kicsit most, mintha mint, hogyha, mint hogyha megtorpant volna ez a folyamat. Hát leginkább mondjuk annak köszönhetően, hogy Daniel Olmo felépült, és ö gyakorlatilag bejátszotta magát Szoboszlai helyére. Ugye az a helyzet, hogy most érkezett Tedesco, három belső védős rendszer, van előtte négy középályás, és mivel ő van a középályán szeretne labdát szerezni, ezért a két belső középpályásnak mindegyike azért védekező jellegű. Tehát alapesetben Leimer és Kampül az első számú választás, harmadiknak mondjuk Adams, tehát olyan játékosok, akik, akik tudnak akik, szerelni, ütközni. Így van, így van, így van és ebbe, ebbe ide Szoboszlai egyértelműen nem fér be, tehát neki előrébb kell keresni helyet. Ez most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy André az ég, és akkor és mögötte enkunku. enkunku hely az gyakorlatilag fix, és Enkunku mellé rakja be valakit, aki vagy a Forsberg, vagy Szoboszlai, vagy pedig Olmo. És jelen pillanatban Dani Olmo az első számú választás, Alapvetően nem biztos, hogy ez egy olyan nagy probléma, mert Olmó egyébként jól játszik az utóbbi időben. Nagyon is jól játszik, tehát ez nem döntés. Így van, tehát nem nem igazán látni most olyan indokot, ami miatt szoboztait kellene kezdetni. Most a hétvégi mérkőzés, teljesen felrotálta a csapatot Tedesco, ami pont rá nem jellemző, de de mivel itt volt a Real elleni Európa Liga mérkőzés, ezért most kellett, és most egy teljesen, most pózen játszott, játszott, Bergi játszott, most egy kicsit átalakította a csapatot, és hát az, hogy az első fél évben azt hiszem valami 0,1-es XG-t sikerült összehozniuk Bohumban, az azért mondjuk sokat elmond arra, hogy miért Olmóék játszanak. De Igen. hosszú távon szerintem még nem kell félni a szobosztainak. Itt Tenkunkunál megakadnék neked egy pillanat, mert szerkeztünk, Bence hívta fel egy nagyon érdekes dologra a figyelmemet, hogy nagyon sok a francia gólszerző idén a Bundesliga-ban. Ugye modest kicsit ki lehet venni a kora miatt. Igen, de... már <laughs> de kunkujék, ugye Diabival azért nagyon-nagyon komoly tehetségek, és hogyha itt beszéltünk arról, hogy a Dortmund meddig tudja megtartani Belingemet, akkor hát nekik is könnyen találnak piacot. Igen, valószínűleg én lesz a következő a játékos a Lipcsének, aki a pénzé fognak tenni, és ez valószínűleg a nyáron már be fog következni, a Premier League csapatok csábítják. Legkomolyabban, hogyha minden igaz, akkor Manchester United érdeklődik iránta. Szerintem egyébként én, az, a, Liverpool is. Is el a Liverpool, is el tudná képzelni. Liverpool is el képzelni, csak nem tudom, ott, ott, viszont neki helyet kell akkor csinálni, mert most jelen pillanatban itt a Salamani Zsotta hármas környékén nem tudom, hogy hogy félbe a Például tényleg, tényleg már a Diaz is, úgyhogy hogy ott azért én biztos, hogy van helye. A Unitedben már sokkal inkább látom őt, esetleg az Arzenában, de az Arsenal nem biztos, hogy pont egy ilyen kunkú Ez, ez, Egyfelől nagyon pozitív, és a Liverpoolnál abszolút a legpozitívabb dolog az, hogyha egy játékos sok oldalú, és több pozícióban is tud játszani, lásd Luis diaz is több helyen, Manét is több helyen, Zsotát is több helyen be lehet vetni. Enkunkunál az vajon a Liverpoolon túl, hogyha át akarják őt igazolni, az egy pozitívum, hogy ő is a Lipcsében is össze játszott, és nagyjából azért mindenhol jól szerepelt, vagy, vagy ez lehet negatív, hogy hogy mindenhol jó, de nem sehol sem ö, biztos, hogy ő meg fogja váltani a világot. Tehát az, hogy te igazolsz egy játékost mondjuk az Árzenába, ahol Ártétának megvan az elképzelése arról, hogy, hogy mit szeretne játszani, és mondjuk a jobb szélre akarja a 4-2-3-1-be Enkunkut, de nem biztos, hogy ott tökéletes lesz. Hát igen, valószínűleg oda nem is illene, úgyhogy Enkunkuval kapcsolatban igen, pozitívum az, hogy, hogy több poszton is tud játszani, de szerintem ebben az idényben vált egyértelmű az, hogy ő elől igazán jó, mert ő, valami valamilyen 6-8-as poszt környéken kezdett a PSG-ben, picivel több védekező feladattal, azért ott mondjuk egy Di Maria Mbappé Neymar 3-as mögött kellett játszani, ahol azért nem feltétlenül kap annyira sok szerepet a támadásuk befejezésénél, és erre a szezonra találták ki a lipcsénél, -e, hogy akkor ideje akkor előrébb tenni őt, és André Szíva mellett mögött Hát igen, hát az, az, az egy vagy kettő tízeses felállás. Így van, így van. Tehát, hogy ezt kell neki, úgyhogy szerintem ebben az esetben nem feltétlenül kell azt mérlegelni, hogy több poszton is bevethető, mert ez az a, az ő posztja, ahol tud játszani. És például az egy közép, és még a szélen sem feltétlenül működik jól, noha a tavalyi szezonban ott is játszott a Lipcse, de azért nem tudom, ott szerintem ilyen három gól szezont hozott. Tehát, hogy a, a, játék minősége erre az évre lett igazán jó, és ez a posztjának köszönhető. Akkor Én ez meg. kiderült, hogy ez a ez az övény. Igen, én azt gondolom, hogy ez, ez. Úgyhogy szerintem nem feltétlenül akarják majd úgy igazolni, akár a Manchester Unitednél, hogy annyira több poszton bevethető. Persze a szükség úgy hozza, akkor, akkor így is lehet rá tekinteni, de, Hatos de inkább elől. Igen, adott esetben azt is tud játszani. Na és akkor Bayern München. Mi a helyzet Bayern München fronton? Már látjuk, hogy hogy áll a bajnokságban, látjuk, hogy hogy játszanak, hogy becsúszott néhány, szinte megmagyarázhatatlanak mondott uh, vereség, mint például a Gladbach elleni kupa meccsen, vagy a, Bohum a, ellen a Gladbach ellen az egész szezonban gyakorlatilag. A Gladbach ellen. Igen, Itt, csak ott, akik a veszőt utána, és a Bohum elleni 2-4 uh, meg. És nem is a... olyan pozitív a hangulat most a Nem, hát ugye most a legújabb az az, hogy Lewandowski nem tudja, hogy akkor most mi a helyzet a filvőjét illetően, mert hogy ugye állítólag a klub szeretné, hogy maradjon. Lewandowski azt mondta, hogy hát tényleg ő ezt elő először hallja, meg hogy vele nem beszéltek még erről így ilyen szinten. El, Úgy, el tudjátok ezt képzelni, hogy Lewandowskival nem beszélnek? Nem feltétlenül, ez inkább szerintem Lewandowski felől is egy kisebb nyomásra a klubról, hogy akkor állapodjunk meg gyorsan. És az, az nem lehet kétséges egy másodpercig sem. Most Tomás Müller sok gólpasztát meg mindent de számítva, hogy Lewandowski a Bayern München jelen egyen pillanatban. Egyen, egyen. Tehát, hogy azt én nagyon nehezen tudom elképzelni, és én is inkább egy ilyen kommunikációs vagy ilyen PR-fogásnak gondolom ezt a, ezt a kétkedő hangot, hogy, hogy hogy ne úgy kezelnék őt minden pillanatban, minden helyzetben, legyen szó edzésről, rehabilitációról, pihentetésről, játszatásról, hogy, hogy minden köré kell, hogy szerveződjön. Az az érdekes szerintem ebben a történetben, hogy akár még lehet benne az is, hogy tényleg nem beszéltek lewandowski mert egyre inkább az Pedzegetik, hogy a Bayern nem áll jól anyagilag. És azért a koronavírus járvány rájuk is óriási hatással volt. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a németek, főleg a Bayern jár élen ebben, hogy azért nagyon racionálisan gondolkodnak pénzügyi téren. És azért náluk egy óriási bevétel kiesés volt az, hogy nagyon sokáig, másfél keresztül nem voltak szurkolók a stadionban, és ugye ők még idén is meghúzták azt, hogy néhány fordulón keresztül tulajdonképpen teljes zárt kapu volt, ugye a tartományi a szegi, igen. köszönhetően. Úgyhogy ott azért ez tényleg komoly pénzügyi probléma. Ugye zűrénél is volt olyan hangok, hogy, hogy egyértelműen Züle több pénzt akar, ezt nem adják meg neki, nem maradt. Most Gnabry-val szintén egyelőre nem sikerült még megegyezni, mert Gnabry is több pénzt szeretne, a Bayern ezt nem adja meg neki. Most, hogy pontosan milyen összegekre beszélünk, az persze egy más kérdés, de egyre inkább úgy néz ki, hogy a Bayern nem akar komoly pénzeket áldozni most jelen pillanatban, is már a kiker azt is megpedzegette, hogy ha nem is feltétlenül annyira erős szinten, mint a Dortmund vagy a Leverkusen, de lehet, hogy megpróbál ráállni a Bayern is arra, hogy akkor fiatal játékosokhoz nyúl, és kvázi ilyen eladó klubbá fog válni, amit azért nagyon-nagyon nehéz elképzelni, mert ez, egy de de migányájáért... Ennél a furcsább dolgot ma még nem de... hallottam. És, most. és a kiker hozta ezt le, úgyhogy gyönyörű, de, de igen, valami ilyen, ilyen félmegoldással a kettő között, Úgyhogy akár az is benne van a pakliban, hogy azt mondják, hogy Lewandowski szélnek eresztik, kapnak érte valamennyi pénzt, mert hogy még azért a szerződésével hátra van. Ő keresi a legtöbbet a Bayernben? Ez egy jó kérdés, nem tudom. Szerintem igen egyébként. Zani Gnabry Hát most, most, ugye csomó játékos a szerződés hosszabbítottak ősszel, ugye komalékkal szerződés hosszabbítottak, de nem hiszem, hogy bárkinek a közelébe jön. Ugye mindjárt, mindjárt lejár a szerződése, úgyhogy szerintem uh -huh. annó, amikor nála ezt megtárgyalták, nem lehetett akkor, amit Lewandowski, -nek. szerintem biztos, hogy Leva keres a legtöbbet. Uh, úgyhogy az is felszabadulhatni, és most azt hát mondja, hogy... Neuer is a legjobban kereső között kell, biztos, hogy legyen. Biztos, biztos. Holland az érdekes ebből a szempontból, hogy most a Bayernbe akarják -e őt. De az még megint egy olyan dolog, hogy a lewandowski azért engednék el, mert azért egy pici pénzt felszabadít, akkor nem feltétlenül egy hollandba kell investálni, aki valószínűleg többbe kerülne, és még többet kellene fizetni neki. Úgyhogy érdekes ilyen szempontból a Bayern jövője. Hát ez nagyon érdekes egyébként, hogyha belegondol az ember, hogy ami, amilyen megoldások születtek Európában itt a koronavírus járvány hatásainak az ellensúlyozására, az a Bayernnél nem tehető meg egyszerűen a klub szerkezetből fakadóan. Tehát az, amit megcsináltak a, a, az ExOR csoportnál, a Juventusnál, hogy akkor emelünk 400 millió eurós tőkét, akkor, akkor nem lesz olyan nagy baj. Ugyanez ugye hitelfelvételekről hallani, Uh, angol csapatoknál, ugye. Teljesen, igen, tudjuk, van, hogy, igen. tudjuk hogy, hogy, milyen, hát, hogy milyen külső finanszírozási lehetőségekkel tudták még meg egy céget alkalmazó, vagy egy, egy, embert alkalmazó angliai cég, az sok milliós támogatást tud nyújtani a Manchester Egyszerűsítsük le, bárhol lehet lapátolni pénzt a Kályába, de a bayern csukva van az a kájhába. Ez, 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 ez nagyon szép. Ez, ez igen, ez, ez <laughs> szép hasonlat. A az. németeknél azért nem ennyire egyszerű átvenni ezeket a dolgokat. Hát pláne úgy, hogy tényleg, amit mondtál, hogy egy nagyon fenntartható és kiszámítható működés volt nagyon hosszú évtizedeken keresztül a Bayernnél. Abban most nem fér bele az, hogy akár valamelyik főszponzora a csapatnak, tegyük fel az Adidas, azt mondja, hogy hát figyelj, nekem értek annyit, akkor akár érhetnének is, hogy akkor most beletolok itt hirtelen 80 millió eurót. Megtehetném, meg, de nem... Persze. Nyilván, nyilván ez, erre nincsen felkészítve. Nem volt felkészítve a német futball, meg a Bayern München. De ettől függetlenül a Bayern az még, még ott van a három legesélyesebb csapat között? A, a, a bajnokok a Péter, Péter, szerintem egyértelműen. én azt gondolom, hogy hát, a hármat talán bővítsük ki négyre. Én azt gondolom, hogy a Bayern mellett a City, Liverpool, PSG hármas van még ott, akik esélyesek arra, hogy megnyerjék a b A Bayern nem szabad leírni. Egyetlen egy problémája van szerintem a Bayernnek, ebben nem mindenki ért egyet velem, de én azt gondolom, hogy kulcspozíciókban szűkös a pad. Tehát az, hogy Lewandowski-nak nincs értelmes alternatívája, az biztos azért csupa. És ez én. most különösen kijön igen. a sérülések miatt. Igen, 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 pontosan. Tehát most Thomas Müller helyett a hétvégén Leva mögött Musziála játszott, aki egy fantasztikusan nagy tehetség, de tehát, na, azért Müller, Müller nem lehet csak kivenni abból a csapatból, mert annak következményei lesznek. Úgyhogy Müllernek nincs egy lelő megfelelő utánpótlása ugye Zanét akarják még a helyén játszatni, oké, okay, még valahogy az kisülhet, de lewandowski nincsen. Most láthatjuk, hogy a kapuban Noyernek nincsen, szegény úráik az első meccsén potyá potyára halmozott, úgyhogy. Hát meg uráik egy szar kapus már, bocsánat. Hát tehát ez, ez, ez Igen, jó, de hát tehát soha ő... nem is volt szükség rá, hogy jó legyen. Nem, de hogy régebben azért voltak ilyen, néhány évvel ezelőtt, hogy elhozzák a Nübelt, és akkor majd a Nübbelből lesz az új Noyernek, hát és akkor milyen jó lesz, de hát Nübbel sincsen sehol jelen. mögött nem lehet építeni ember. ez teljesen nyilvánvaló. Mint ahogy egyébként ugyanaz a helyzet Lewandowski-val is, hogy mögötte nem épített föl csatárt. Igen, csak mi van akkor, hogyha kiesik? Akkor viszont nagy baj hát van. Erre is Most a Zálzburg elleni meccsen csak az összefoglalót láttam, de abból is feltűnt, hogy amikor csupamotting beállt, mintha egy lenéznék őt a többiek, hogy. hogy te mit, mit csinálsz itt, meg próbálj nem zavarni, és akkor rendben lesz. Egyébként itt, amit mondtam Muszielával kapcsolatban, az, az ugrott be, hogy jó néhány hónappal ezelőtt volt egy hosszabb interjú, talán pont a Kikkerben Müllerrel, és ott kérdezték tőle azt, hogy hol látod a legjobb pozícióját Muszielnek, és mondta, hogy hát igazából a helyemen, <laughs> úgyhogy hosszú távon ő fog majd kiszorítani engem, vagy ő fog majd nyugdíjba küldeni, ezt, ezt mondta, úgyhogy ő, ő látja a potenciált. Igen, abszolút benne van. Bambi hogy, hogy most, higgyen. most tűzik, például a hétvégén a Frankfurt ez nem jött ki azért annyira, annyira szépen. Ettől függetlenül Musziálának nem ez, ez alapján, nem a meccs alapján kell megítélni a képességeit, az egyértelmű, és hosszabb távon ő lehet a megoldás erre a posztra. De jelen pillanatban, ha egy BL címre hajtó csapatról beszélünk, akkor ott, ha Müller nincsen, hogyha ne Lewandowski megint megsérül, mint tavaly, akkor ott bizony nagy baj van, és, és akkor már az elődöntése lesz. Meg. Azért talán ez nagy megnyugvás lesz, hogyha behúzzák az Álcburg ellenén visszavágót, és akkor onnantól az pénzügyileg is egy, egy, óriási lépés szerintem. Tehát felé hogy, hogy itt ne legyen gond, mert az kell az a, kell ez a pénz. Igen, hát itt ugyan ami nagyon fontos a bajnokok ligájában, és uh, például ez ugye Olaszországban, meg Spanyolországban, meg nagyon sok helyen felmerül, hogy ilyenkor a tévés bevételek úgy oszlanak el, hogy amelyik csapat a legtovább jut, az uh, kaszírozhatja a legtöbbet ezekből a bevételekből, és hát ez itt uh, euromilliókban mérhető összegekről, sőt, tehát 10 milliókban, hogyha most valaki egészen mondjuk a négyig megy, beszélünk, ami hát most égetően fontos lenne az említett kluboknak is. Úgyhogy, úgyhogy a Bayern pont ezzel tudná egy kicsit stabilizálni, és és, és jobbá tenni a saját helyzetét. Na mi? Én már csak azon mosolygok, hogy két szót a Bundesliga 2 mindenképpen beszéljünk, hogyha esetleg le akartad volna az nem, nem, adást. nem, nem, nem. Köszönöm szépen. Anélkül semmiképpen. Mert uh, azt nem is tudom, abból mennyi, mennyi jut neked, vagy mennyit tudsz közvetíteni, egész vagy, sokat, azért pintekes, vagy mondjuk nem, most nem, nem pintekes, mind mind szeretnél. Péntekes, most kiestem, de egyébként meg tök jó csapatok vannak alapvetően a Bundesliga 2 Ezt nem mondom, hogy a színvonal az, az verdesnyi az eget. Van egy-két olyan együttes, például a Hamburg, ha már, ha már, erről beszéltünk előtte, hogy, tehát vannak jó csapatok. Nagyon sokat közvetítünk egyébként a péntekesti meccsek közül is van szombaton és vasárnap is, úgyhogy azért elég sok mérkőzéssel találkozunk. Érdekes bajnokság abból a szempontból, hogy összesen az hiszem öt Bundesliga alapító van ott, és nem, nem a ilyen Braunschweig-ekről beszélünk, hanem itt Schalke, Hamburg, Werder Bremen, Nürnberg, nagyon jó csapatok vannak alapesetben, és borzasztóan szoros a versengés, a feljutás. Most a Nordderbi miatt hoztuk be ezt a témát, tehát az bárhol is, hogyha az ötöd osztályban lenne, akkor is óriási esemény lenne egy Hamburg-Werder-Bremen csata, és azt hiszem, hogy bár a HSV is érdekes, de a Verdernél, ami történik, ugye ahhoz képest, hogy milyen kiegyenlített a mezőny, meg szoktak ugrálni az első és a tizedik hely között is kb. a csapatok, a Verder most... Euh, 9 mesből 8-at nyert igen, meg az igen, Nagyon-nagyon-nagyon elkapták a fonalat ahhoz képest, hogy valamikor még szerintem november elején is ott voltak a 8. helyen. Úgyhogy szoros, a, versenyfutás. A Verder az egyértelműen az egyik olyan csapat, ami feljutásra esélyes, de az a helyzet, hogy itt nekik abban... De most a Darmstadt a legesélyesebb, nem? <laughs> pont azt akartam mondani, hogy a darmstadt szemben mondjuk a Werder legnagyobb erősége az, hogy nincsenek ilyen, ilyen nagy kilengések a csapat A Darmstadt képes arra, hogy egyik héten rúgjon egy ötöst a Hamburgnak, a következő héten meg kap egy ötöst az Erzgebirge Aue-tól. <laughs> Tehát itt azért ilyen hatalmas különbségek vannak a csapatok között, is. amelyik két együttes kifejezetten stabil játékot tud mutatni, ez pont ez a kettő. A, a, Werder és, a és a, Hamburg, ők, ők, ketten azok, akik, akik ilyen szélsőséges eredmény. Több mentesek, és ez elegendő lehet ahhoz, hogy ők fussanak be a végén. De akkor még nem beszéltünk arra, hogy a Sáke alapvetően játékos keret erősségét figyelembe véve talán a három közül a legjobb csapat, akkor még arról nem beszéltünk, hogy a Darmstadt milyen elképesztő szezont fut, a Zampauli Pauli megint csak erőn felül teljesít, és a német kupa legjobb nyolc csapata között négy másodosztályú van. Úgyhogy még az is Na, lehet, durva. hogy a, hogy a kupa győztes is másodosztályú lesz. Egy és másodosztályú. ráadásul ugye kettő egymás Kárszruhe, -há, Hamburg, hiszen? Hamburg, igen, Hamburg Kárszruhe lesz. Igen és az első osztályú nagy csapatok közül gyakorlatilag csak a Leipzig van benne, senki más. Úgyhogy simán lehet, hogy másodosztályú csapat nyeri a kupán. Még egy dolog, ami szerintem itt mindenképpen kiemelendő az elmúlt hét eseményeik közül, itt az adás első részében már. Ha ezzel kezdtük, akkor. Igen, ezzel is, akkor ezzel is fejezzük be az itt. Az hát igen, itt nem is. Azt gondolom, miután tényleg egy sportpodcast vagyunk, és talán kevésbé autentikus hadviselésben és hadászatban mindegyikünk morálisan elítéltük a, a történteket, és ennél nem is tehetünk többet. Viszont engem nagyon foglalkoztat az a kérdés, ami itt a sákénál azonnal felmerült, és én azt hiszem, hogy ö, talán itt ebben helyesen jártak el, amikor egy ö, orosz állami vállalatnak a, a logóját tüntették el a mezőkről, a Gazpromot, de azonnal megszólalt a fejemben a vércsengő, hogy megteheti -e ezt. Egy Én azt gondolom, hogy el, elő, előtte biztos egyeztettek egyébként a német felső vezetéssel is. Tehát maguktól azért nem tesznek meg ilyet, nem tudom, milyen német-orosz gázfüggőségi viszonyban azért ez nagyon fontos. Hogy hát ez hogy egy, ez egy így, diplomáciai ö, Pontosan, pontosan, hát, pontosan. Tehát a sáke így azt mondja, hogy leszedem a gázprobanat a mezemről, az orosz azért van egy olyan makacs népség, meg, meg, meg azért sajnos, ez fáj nekik, látja az egész világot. Így van, tehát azért ez, ez, fáj nekik, és, és, képesek lennének akkor azt mondani, hogy jó, van, elzárjuk a csapot, és holnap Németországban nem küldünk. Most ez elég drasztikus lenne, de egyébként meg kinézett belőlük. Úgyhogy biztos jó benne, hogy volt egy egyeztetés itt a, itt a német államigazgatásra, hogy ezt megtehetik-e. Egyébként meg németek. Tehát, hogy ők vannak annyira önérzetesek, meg, meg, meg ilyen meg olyan kemények, hogyha valamilyen ügy mellé, ami őket személyesen bántja, sért, és nem értenek egyet, ők keményen kiállnak mellette. Ide sorolható szerintem egyébként az LMBTQ kampány is, hogy az első között voltak, akik szivárvány színű szöglet, zászló, a stadiont kivilágítják. Hogyha valamelyik téma mellé határozottan odállnak, akkor ez náluk belefér, hogy a Gazpromot is leveszik róla, és utána már látszódott, hogy egyébként lehet, hogy nekik van igazuk, mert azóta már a Manchester United is szerződés bontott, vagy Flott, a támogatást az Aeroflottal. Úgyhogy így több klub is meg fogja ezt tenni az elkövetkezendő hetekben. Kemény dolog volt, de ugye ennek milyen következményei lehetnek, az nem tudom. Tehát ezért abból a szempontból érdekes ez, mert egy másodosztályú csapatról beszélünk, amelyik szeretne visszajönni a Bundesliga-ba, aminek pénzügyileg azért óriási segítség az, hogyha egy hogy Gazprom szintű van. van. Viszont a dolog, és, és azt hiszem, hogy tehát akár az állam részéről, akár a futballtársadalom részéről ez akkor a támogatásnak örvend, ami az is mutatja, hogy a Dortmund elnöke mondta azt, hogy ha gond van, akkor mi pénzügyileg megsegítjük a sárkét. A Dortmund a sárkét igen. Ez is, ez is azt mutatja, hogy azért a németek ilyen szempontból borzasztóan összezárnak. Hát, mint ahogy egyébként volt is a német futball történelemben példa arra, hogy egyik csapat megsegítette a másikat, itt ugye a Bayern, Bayern és a, a Dortmund Dortmund mondod, is de, meg... de, most ez, ez, tehát ez, még nagyobb, hogyha sárként túlnézünk, akkor az UEFA-nak kiemelt szponzora a Gazprom, és um, 2018-tól 21-ig szól az a szerződés, ami, ami, évente 40 millió eurós a, a Gazprom szóval és az UEFA <coughs> között. Igen. Zolt, mert a 21 az már. Volt, mert... igen, bocsánat. <laughs> Jó, hát igen, most a következő lépés az lesz, hogy majd a, a nemzetközi szövetségek mit fognak erre lépni. Ugye most a... Tehát ehhez képest még a sáke könnyen hozta meg a döntését? Igen, idézőjelben. Igen. És nem véletlenül, hogy nem kapkodnak sem az UEFA-nál, sem a FIFA-nál megoldásokat keresni a jelenlegi problémákra, mert most például a Leipzig, ha már német futballok, a Spartak Moszkván fognak azt hiszem, játszani az Európa-ligában, ott is még csak perceket, azt hiszem a semleges helyszínt hivatalosan nem jelölték még ki, hogy hol fognak játszani. Akkor a FIFA azt mondta, hogy jó van, akkor nem orosz országként. Fog majd az játszani, hanem igen, tehát mint az olimpián szerepelnek az orosz sportolók, és egyelőre... Szigló egy... írta ki, hogy az olyan, mint amikor nincsen meg a videojátékoknak a licensz, és akkor <laughs> és valami és más, más néven... van, meg Nem tudom, Piemonte Kál, hogy <laughs> milyen <van, gül> csapatok játszanak. Igen, szóval nem véletlenül biztos a, komoly pénzügyi függésnek köszönhető az, hogy nem mernek határozottabban kiállni egyenlősen az UEFA-nál sem a FIFA-nál. Lehet, hogy ennek a sáke is megissza majd a levét, de a morális fölény az biztos, hogy az ő És ez nekik szerintem elég ebben a helyzetben. Hát ez egy nagyszerű végszó volt. Nagyon Jön, szépen köszönjük, köszönjük, Viktor, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lehet. Lenni. Nektek pedig a meghallgatást, iratkozzatok fel az összes csatornára, ahol láthattok, hallhattok minket, akár a Spotify-on, az iTunes-on, vagy a YouTube-on, és van most már TikTok oldalunk is, úgyhogy azt is figyeljétek és kövessétek. Sziasztok! Bye. Mm -hmm.